perccel itt vagyunk. Jó reggelt, hello drága bajajok, itt vagyunk. Ma van a leghidegebb, csak mondom, tartsatok ki, jó? Hát ez ma nagyon hideg van, még itt bent is. Hát a vízpart miatt szerintem. Lehet, nem tudom, de nem volt ilyen hideg tegnap meg tegnap előtt. Nem érzed? Vagy ott ki nem? Nem, 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 abszolút. Mondjuk sokan vannak, én beálltam ide a tömegben. Nagyon szépen kérek, legközebb ne ennyire sikíts, mert itt megdumáltuk. Mellettem egy hölgy, figyeljetek, a fülhallgatón keresztül folyt ki a dobhártya. Lapzikban válasz ilyen helye húját? Nem. Még nem, de menned kell pedig ilyen. Igen. Volt benne lendület. Hát, jó volt, de jó volt. Sikítsünk. Ez is igaz. Ezért nem hívnak, mert hogy nehogy eltereld a figyelmet. Sok le, hogy sok a fiatal legyen. Párról. Igen, nagyon szép ez a tér. Ez itt volt két éve, és ez a tér? Nem. Azóta csinálták. Ez egy másik településről lett áthozva, meg megvették jutányosan. Nem, akkor tudom, abban az utcában voltunk, ott elmentünk abban az utcában, és akkor egy kicsit lejjebb ott volt az üvegstúdió, akkor felújították ezt a teret. Akkor ezt éppen felújították, így van. Tudod, micsoda macera volt, hogy idehozták a teret, és az 1870-es táblákat föltenni, tehát az mire kiderült. Tudod, mekkora macera volt a limómmal beállni egyébként? Hát, hogy... Tényleg. Tudom, milyen nehezen tudtam beparkolni. Itt az üvegstúdió mellett egy ilyen 63 méter kérdezni hosszú akartam, hogy limuzinál. Miért a Viki kocsijával jöttél? Nem tudom, de lájön valaki. Valami illusztris vendége van. Ilyen menő, tegye fel a kezét, aki ezzel érkezett. Na, ja, hát akkor most már egy jogos, mert tizentették fel a kezüket. Hát ez ekkora siker is ennyi emberhez. Lehet, hogy itt van Harrison Ford a Duna Hotelben, nem? És lehozták egyébként. Ő kerózik. Vagy igaz, mondjuk ide, mire lettek el azért az emberes. Ő bringával jött. Igen. Mit kezdtél el mondani? Ja, hogy hosszan a megszólás meg nem vettem be a vitaminjaimat. Ja, jó, nyomd a vitamin. Azzal elleszünk egy darabig. Tehát, már most valaki hozott nekünk egy tálca sütit, képzeljétek el. Egy lányzó a kezembe nyomta. Hol vagy? Ott vagy, köszönjük szépen. Mit kell tudni a süteményről? Na most várjál, megint 8-an, igen. Tehát, hogy... Nem, a többiek csak mutogattak rá, hogy ki ő volt. Ki hozta a sütit? Hoztuk a sütit. A mi az kicsoda? Nehogy felsorolt, hanem kollégák vagytok, barátok, együtt. Hatan kollégák vagyunk, igen. És csak te sütötted, vagy ők is beszálltak? Én sütöttem. Ma reggel a kis kezed. Mi már egyszer leteszteltük, hogy biztos tuti legyen. De egy depsit megettetek, és még egyet. Nagyon. És milyen süti? Ez ilyen fehér csokis, citromos. Mutatós. Nagyon. Jól is néz ki egyébként. És, így, és akkor többiek ott álltak és néztek, vagy szurkoltak a távolból? Nem, addig ittak. Ők otthonról támogattak engem gondolatban. Melóhelyen is által a bit szokott lenni? Te melózol, ők nézik, igen, vagy igen, szurkolnak a távolból? Ez így szokott lenni, na. Igen. Mit dolgoztok? Varrónők vagyunk. Egy vidám varrónő csapatot. És mi a múlt héten, egész héten túlóráztunk, hogy itt lehessünk. Nem, mondjátok komolyan. Balázs, fizess ki, légy szíves a túlórát. Gyereke, már megnéztem, mennyi van nála. Tényleg, azért, hogy most, és akkor ma nem mentek be? De sajnos be kell menni, a műsor után be kell menni. Ja, de akkor... Egész héten dolgoztatok plusz egy órát, hogy 4 órára... Ledolgoztunk. Hol a főnököd? A munkahelyem. Azért ide ne jöjjön, mert összeveszünk. Hát milyen dolog ez, nem? Szemét egy világ ez, te pedig. Hát az eszem egyébként, igen. Embernek farkasa most még az jön. És most jön az, hogy ja, és ráadásul nem bajak vagyunk, hanem tokaiak. Igen. Nem, bajaiak vagyunk. Igen, egy hete úton vagyunk. 2 hete nem láttuk a családunkat. De helyesek vagytok, tényleg aranyosak nagyon aranyosak vagytok. Nagyon szépen vagytok. Köszönjük. Egészségetekre. Megkínálhatunk benneteket egy kis citromos fehér csokis üteni. Önzetlen, mi? Hát ilyen, ezért szeretjük. Csupa szív. De ez a város, ez imádni való. Tehát, hogy én akárhányszor jövök ide, hogy legutóbb akkor voltunk, amikor kitelepülésen voltunk, bár megfogadtam, hogy lehozom mindenképpen, vagy elhozom a családot, és hát csodaszép, tehát, hogy annyira rendben van az egész, itt volt a sarkon, kaptam itt egy szobát, ebben a szállodában Balázs régi szobáját kaptam meg, már kitakarították, és újra tapétáztak benne, onnan tudtam meg, hogy most volt benne infraszauna. Az volt az én szobám. Ami azért jó volt, jó, mert kinyitottam az ajtaját, hisz nem volt fűtés. És a szaunában aludtál? Viszont amit itt tapasztaltam, az olyan otthonossá tette nekem a helyet, mint még semmit, mert hogy annyi poloska volt bent a szobában. Igaz? Igaz, hogy nálatok is invázió van? Tesó, lehallgatnak, én mindig mondom neked, hogy... Hát most már rajtunk vannak. Érted, rá kis időre már most minek? Ránk álltak, hogy most kivel vagyunk, nem velük vagy ellen? A nemzetbiztonság. Na mindegy, szóval, hogy vagy 20 darab poloskát tettem ki, és annyira utálom, hogy nektek is úgy, hogy megfogjátok, és kiereszt valamilyen büdös levet magába, és megpróbál védekezni, aztán szétfeszíti az ujjaimat, az arcomba köp, és elrepül. De most komolyan, figyelj, 20 darabot tettem ki, és ha valaki látta volna ilyen kintről, hál' Istennek volt redőny, amit lehúztam, hogy a dohány
étkező asztalkát húztam egyik ablaktól a másikig, és így felálltam a hatyvákra, felálltam egy az asztal, és próbáltam meg egyenként összeszedegetni őket. És aztán megnyomorultságos lehet. Miért nem hagyod őket? Őrizten megnyomorult valami. Alsógatjába nyomtad? Hát később már igen, mert már hogy már leizzadtam, de hogy ténylegesen. Mondom, tele van az egész de miért nem hagyod őket békén, nem bántanak. Csak akkor ereszti a levét, ha megfogod. Ha nem fogod, meg nem ereszt. Ja, mert egyébként egy ilyen békés társbérletbe érhetnék. Ha vehezzel, simán fönt a szalonyon. Ezt mondták is, hogy ilyen poloska invázió van. Jó hírem van, az első fagyokig maradnak, tehát akkor fog kipusztulni. Viszont aki már benn van a lakásodban, az kibírja az egész telet. Az már soha nem megy. Az már soha nem megy el onnan. Gyerekek, kaptam a szponzortól én is tegnap egy autót. Picit későn vettem észre, hogy 1200 km van benne. Ami azt jelenti, hogy az autó bejáratos. 180 üveghangon 7000-es fordulattal tudtam megtenni ezt a távot körülbelül 1 óra 20 perc alatt. Na, hogy örülnek most? Majd a végén ránéztem, és mondom, ez lehet, hogy picit erős volt, mert 1200 km van az autóban. Ilyenkor még szereti az autó, ha kicsit úgy szeretgetik. De nagyon barátságos a kis Grand. Hát, ha visszafelé bírja. Grand Canyon, azt akartam mondani, ez a kis kanyonbarna. Nagyon bírja. Bírez többet is. Nagyon bírja. Egy 1.4-es motorra majdnem 190-re fektettem az M6-oson. De csak egy pillanatra természetesen, aztán eszembe jutott a sebességkorlátozás, és visszalasítottam 130-ra. De abban a pillanatban el is felejtett. Utána szabályosan jöttem, csak egy pillanatra megnéztem, de figyelj, 1.4-es motorhoz képest nagyon jól megy. Hát figyelj, nem akármit adunk, ugye? Ugye hasonlóba hasítasz te is? Igen, de én a manuális dolgok híve vagyok, ugye, úgyhogy én pakolom a sebességet, de ugyanilyen jól megy ez is. De is kanyonbarnában mész? Nem, én metálkékben. Én a metálkék híve vagyok. Nem, fecske feketében. Na jól van. Hát tegnap amilyen szeretet fogadott bennünket, komolyan egy csomószor annyiszor még eszembe jutott egyébként, nem? Kaposvár annyira helyesek voltak. Hihetetlen jó fejek voltak. Rengeteg mindent kaptunk, vártak bennünket, sokan voltak. Egy nagyon hálás kis közönség volt. A baja is ugyanez. Baja is ugyanilyen, abszolút nem, ja, nem a bajakra mondom, hogy miért már hat kolbász az üvegstúdiót. Csak a tegnapi napból én még este táplálkoztam, mert így lefeküdtem, és azt gondoltam, hogy úristen, mi milyen szerencsés helyzetben vagyunk. Hogy az embernek ez már kicsit így, nem is azt mondom, hogy rutin, de hogy úgy persze hozzászoksz, meg elmész, meg sok turnét csináltunk végig, de az a szeretet például, ami tegnap bennünket fogadott, hát az egészen elképesztő. Én a Mizos hostess lányokra gondoltam lefeküdésről, és nagyon sokáig hánykolottam. Hol vannak? Ők is gondoltak rád, ahogy látom az arcukat, de ők másként. Kisarka itt van? Ott van. Most úgy csinálni, hogyha valami dolgozna, de most sarkakat a húga, nézzétek meg egy az egyben. Beragyogta a tekintet a stúdiónkat. Én azt tapasztalom, hogy sehol nem engedik, hogy fizessek. Ez lehet, hogy már november miatt van. Úgy sérsz, hogy többet egy Ranival kevesebb vagy. Nem az, hogy úgy sérsz, hogy többet kell, az neked november után. Tényleg. Te csak el. Nem engedték se, hogy fizessek? Nem. Nekem mindenhol engedik, basszus. Itt is, ott is kaptam szépen egy kis ásványvizet, meg hogy hívják, kis sütikét, megkóstoltam, ki akartam fizetni. Hogy rosszat mondasz, inkább azt mondják, hidd el azt a krémes dingyen. És még csomagolunk is. Másnap nem mondj rosszat rólunk a rádióban, be kell zárni a boltot. Hát és a ma reggel is idejövök, megkérdezem, hogy ki iszik egy kávét, és srác felteszi a kezét, Odin, és azt mondja, hogy sokkal alacsonyabb vagy, mint gondolj. Mondom, tesó, de jó, én is annyira örülök neki, úgyszerűen, jaj, de jó ilyet hallani ennyi év után, hogy még 46 éves. De azért egy bögrét és egy autogram kártyát. És ő az, aki egyébként itt van elől, és legalább 6 centi van köztünk. Tehát, hogy a jót ad a jó Isten, akkor sokat ad. Nem, a jó Isten, a kicsi, a sok, a sok. Mindig. Aha, értem. Tehát még azért rúgjál bele. 25 évesen te már nem nősz sehova. És egyébként hajat sincs elég, mondjad neki. Én későn érő típus vagyok. Nagyon késő. Vágom a hajamat. Én vágom a hajamat. Ő is, képzel. Én is, viszonylag ügyes vagyok. Tehát ne úgy képzeld el, hogy ülök egy ilyen kerekesszékben, és ápolónők sürögnek, forognak körülöttem, és tologatják le a kis buksimat. Nem, még meg tudom oldani. Mikor kezd el összemenni az ember? Mikor kezdünk alacsonyodni? Szerintem... Harrébb megyek innen, mert... Mikor van az, amikor egyre kisebb leszel? Szerintem ilyen 20-30 éves korod körül már kezdesz. Nem, 20-30 éves még növésbe vagy. Hát, de 90 voltam, amikor találkoztunk. Hát is igaz, ilyen 80. Nem, most komolyan, és aztán az ülő életmódnak, meg a mindenféle ilyen rossz tartásnak a következtében folyamatosan mész össze. Atya Isten, ez szörnyű. Ebben nem is akarok belegondolni. Na, hát... Na jól van, befrissített már a gépem? Már 86%-nál van. Jó, 10-re kész lesz. Az 5.0-es Windows fölrakta. Ez a Windows egy akkora rohadék egyébként, egész éjszaka nem csinál semmit, mert amikor tudja, hogy kezdődik a műsor, gondol egyet, és elkezd önhatalmulag frissíteni. Ekkora egy rohadék. Szabott nem? Téged. Ez nem, nem enged hozzá a saját gépemet. Az van, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel, az viszont az, hogy voltál Röjtök Muzsén, és tegnap nem beszéltél róla.
A kis mogyorobokrotokat. Bizony, mert ha valaki esetleg nem tudná, öt kötötte össze az életét, sírik, holtodik le a két életiglen a kedves nejével, és... Soha el nem... Ja, nyugodj békében, Balázs. Ez a hajó elment, tudod? Igen, ott verték azt a rohadt nagy szeget. Igen, még az akár utolsó. El is menekülhettél volna, tudod? De hát, igen, Rötyög Múzeum volt az esküvő, és ott voltunk. Ültettünk egy fát, érzem hangodban az iróniát, rohadjál te meg. Nem, várjál, még egyszer, hagyd mondjam el is. És ültettek egy fát. Na, látod, vannak még majdnem vannak kérdések. Majdnem volt. Nem, ültetek egy fát. Igen, és megnéztem ezt a fát, hát fél nem nőtt túl nagyot. Szóval, nem. Hogy ez, hát nem ez valójában egy bokor, mert hogy, igen, szóval Sopron Rötyög Múzsa, ez egy 20 kilométer. Gondoltam, hogy megnézem, hogy hol mondtam ki a boldogító, igen. És ez ugye ekkora volt a fa így, most meg ekkora. A táblát kicserélték, tehát egy fatábla volt. És egy dombot laktak rá. Igen, ahogy mondta a srác, aki egyébként felújította azt a táblát, beraktak egy ilyen fémtáblát, bele gravírozták, hogy nem tudom. Vízművek. Igen, azóta se fizetted ki a standard szobát, Balázs. Anyósod és apósod, igen. Nagyon sokat ivott, úgyhogy ezt még nem rendeztem. Na és akkor megnéztem, és csináltam róla egy fotót. De nem nőtt semmit, pedig én úgy hallottam, trágyázzák. Igen, hát oda erre kell tészgitelni a falat. Gyere már, Lajos, gyere már! Úgyhogy megnéztem, csináltam róla egy-két fotót, elküldtem a Vikinek, és akkor így... És mit írt vissza, mi ez a szar, vagy? Ez mi? Hol vagy, mi ez a bokor, normális vagy? Ez volt kettőt, nem plusz áfa. Egy annyi lett volna. Szóval jó volt, meg hogy megnéztem a kastélyt, és akkor... Megmutattad a kertésznek, vagy valamilyen szakemberem? Nagyon gombás. Te láttad? Aha, ja, csak kaneszten, de bővebben, mint ami rá van itt. A kaneszten extra? Ilyen gombás az a... Valami az oldalán, én láttam, hogy valami megtelepedett rajta valami fura módon, és nem kollák másztak rajta. Azok hanem... az élősködők, akik meg akarják mérgezni a házasságunkat, és az annak a jelképe. Igen. De ez csak tör előre ez a bokor, és egyre nagyobb. Valami van rajta, jó? Nyilván nem mentem oda a recepcióhoz, hogy elnézést, le tudnák, nem tudom, kezelni. Jó napot kívánok, Sebeské Balázs vagyok, nem ezért fizettünk a kedves nejemmel, és örüljenek neki, hogy nem ő jött le. Úgyhogy megnéztem kicsit, ott üldögéltem a kastélyba, aztán eljöttem. Sírdogáltam, törölgettem a könnyeimet, néha felnéztem az égre, és azt mondom, hogy miért nem voltál bátrabb. Miért nem mertél ellenállni? Na mindegy, úgyhogy nincs a sztoriba több, mert jó volt ott, kicsit elidőztem, azt de szép volt. De azóta nem voltam azon a helyen, tehát nem látogattunk oda-vissza. Igen, bár egyszer megígérted ugye Vikinek, hogy visszaviszed. Volt egy ilyen felbátorodás, csak az a hétvége valamilyen nem jött össze, úgyhogy... Igen. Én is egyszer bicikliztem a Városház utcában a házasság kötőterem előtt, ahol összekötöttünk. Igen, egyedül. Integettem, nem integetett vissza senki, szerintem. Na hát pont ilyen a házasság. Na jó, de a ti esküvőtök, hol a Lőrinci mi volt, polgármester hivatalban? A száraz pogácsa, a meleg ásvány. Nagyon szép volt, és olcsó. A házasság kötőterembe, persze, így van. Bementünk és kérdeztek, hogy jöttünk a száraz próbára. Nem, mondom, ez már az esküvő. Ennyien vannak. És így öltözik. Igazi romantikus, állat vagy. Azért, mert magámmal az a hülye szalag. De én félig megmelegedett ásványvizet, két darab száraz pogi volt azért? Vagy az se? Nem semmi? Semmi nem volt. Nem mentek házasságot kötni, hát minek lett volna? Érted, mondtam, hogy mindenki hozza magával azt, ami kell, érted, szomjas vagy, így áll, és vagy egy így a sajátodból. Nagy darab újatlan felsőben egy ilyen szőrös hóna jó anyakönyvvezető? Nem, ő a tanú volt. Ő a tanú volt, és két felesér jött be. Igen. De előre kérte. Igen. Ha van a utcában, guháztátok össze valahol, aki egy ezresét bejut tanúskodni. Voltak az egyik a Csontvári 19-ből, a másik ha van a 42-ből. Szép is az. Na jól van. Oké. Drága bajaiak, mondjuk, hogy mi a menü, jó? Amiből tudtok választani. Lesznek játékaink, helyszínről választunk majd mindig játékost, és hát ott áll az a csodaautó. Nem azzal jöttem, úgyhogy aki megnyeri, az egy csoda. Igen, sokkal nem ezt kapjátok, az enyém ott áll hátul, még mindig füstjön a motortérből. Igen, pattogzik a dunkózán. Igen. Szóval ezt a gyönyörű szép kanyonbarna az ott. Kis S-cross lehet megnyerni, tényleg csecse az autó, szóval hogy nagyon-nagyon-nagyon rendben van. És hát választunk majd egy nyertest. Igen. Aki jön velünk hajózni, és ma már azért a hajózásról is kell mondanunk egy-két információt, mert közeleg ez az időpont, eddig nem mondtunk nagyon semmit. Hol van a beszállás, hányan szállhatnak be,
hányózacskot hozzanak, pisilőzacskót, hát, mert persze. Nem lesz kiszállás. És egyébként nem véletlenül, a hajó mondtam, nincs budi, úgyhogy csak a Duna fölé lehet guggolni majd. Úgyhogy lesz ott izgalom. Nem véletlenül, hogy azt mondtam egyébként az autóra, hogy ő az ott, mert egyébként annyira fejlett a belső biztonsági rendszere, hogy úgy tűnik, mintha már egy önálló tudat lenne. A felülében jöttem lefelé, nem kötöttem be a biztonsági övet, és mondom, biztonsági öv, kisköcsök. És János, kérlek, közd be a biztonsági övet. Nem mondom még egyszer. Igen. Egyébként valóban övterror van benne. Hát ez most minden autóban. Ez... Nyomja. Én nekem hosszú idő volt, mire ki tudtam tépni a biztosítékot. Legalább Dunajvárosnál jöttem rá, hogy hol tudom elhallgattatni. Nem, természetesen be voltam kötve, mielőtt ezt be. Régebben azt csináltad, hogy addig tekerted fel a hifit, amíg már nem hallottad, hogy ping, 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 ping. Látszod, öregszem. Régebben azt csináltam, már bekötöm magam, fel ne vigyel, ez a 40-es korhatár, ez hoz némi változást az emberben. Jól van, oké, na, mit kell még elmondanunk? Tulajdonképpen nem, szerintem mindent elmondtunk. Regisztráljatok, ez tessék, a legfontosabb, a regisztráció. Mm-hmm. Regisztrálni, így van, és a Szentháromság téren vagyunk, hát ez a bajaknak nem kell. Igen. Megtalálni. Igen, a bajaknak ezt nem kell mondani, úgyhogy tessék ide jönni, és megnyerni ezt a szép autót. Ma is ugyanaz lesz, mint tegnap, harangoznak mindig? De ez távoli itt, harangszó. Itt is. Ide haladszik Kaposváron? Ami ott volt, még egyébként 10 órakor is, az elképesztő volt. Tehát az elképesztő hangzavar volt. Igen. Jó. Polgármester úr nincsen még bent? Polgi? Én tökre vártam volna, hogy ott van a teraszon, vagy ilyesmi, ha már ennyire jó. Egyébként az nagyon menő lenne, 9-kor kiintegette. Csillo! Csináljon bajtok! És aztán átfordulnak korláton, hogy zuhanna 8 méter. Fölállni, és azt mindig így jövök le. Igen. Mindig így jövök le az irodámból. Leporolná magát, és ide jönne. És most egy kézzelállás talán menni fog a korlát. Nem, jó, hogyan bántjuk meg vendéglátóvárosunkat? Nem, szeretjük, imádjuk őket, tehát értsék ők is a humort, hát velünk kapcsolatban ezt már meg lehetett szokni. Jól van. Na, akkor elmegyünk egy picit hírezni, Ákos elmondja, hogy mi történt a nagyvilágban. Jó, közben pedig játékost választunk, és akkor jövünk a hírek után a játékkal. Véget ért, Feri, magadnak kiabáltad? Nem, én nem kértem, azt mondom, hogy sikítsatok, tudjátok, ahogy szoktuk, hogy hallják, hogy itt vagyunk az egész országban, erre jött itt kettő. De nagyon az a legmenőbb, az a legmenőbb. Mondd, hogy Feri, mondd, hogy Feri. De szép volt. Mondd, hogy Feri, mondd, hogy Feri. Tudod, az ajándékcsomagot mindjárt hozom, ahogy megbeszéltük. Nem. Na, 9 perc, pontosan 7 óra, mi volt ez? Mi? Egy dal. Lady Gaga. Én jól emlékeztem akkor, hogy Lady Gaga volt. Gyerekek, köszönjük meg a Windowsnak, hogy elvégezte a frissítést. Istenem! És hozzáférhetek a saját számítógépemhez. Csak egy másfél óra volt. Jó van. Igazából átvették a hatalmat az emberiség felett, ennyi. Amíg ő nem dönt úgy, addig te nem ülhetsz le a géped elé. Hát ez van. Na, drága hallgatók, most már látlak benneteket, már nem azokat, akik itt vannak baján, hanem akik SMS-ben írogatnak, vagy írnak nekünk, az írja, köszönjük Balázs, gyerekek, az ég egy adta világos, semmi közöm nem volt. Hello, Lady Gagához. Tehát, hogy messze vagyok én most attól, hogy bele tudjunk nyúlni a zenében, és nem is nagyon akarunk. Azt mondja, hogy léci, dobjatok egy puszit a lánykámnak, ma 11 éves, ott van a térem. Suli előtt mindenképp találkozni szeretett volna veletek. Köszi, szép napot, de se egy név, semmi. Hát itt több 11 éves lány van valószínűleg. Na jó, de ma van a szülinapja, nem? Kinek van ma szülinapja? Kinek van ma szülinapja? Éves lány. És te is bejelentkeztél, de te már nem vagy 11 éves, ott hátul. Anyukád otthonról írt, csak mondom. Anyukád? A tiéd? Anyukád. A tiéd, Balázs, a tiéd. Igen, hát az a puszit a lánykámnak, tehát akkor az anyukád írt valószínű. Oké, boldog szülinapot, Isten éltesen sokáig. Azt mondja, hogy Pomogyi határnál van ilyen, kb. 200 méteres a sor, ellenőrzés miatt ezt Laca küldte nekünk, M6-os paksi pihenőnél a Pest felől érkezőket várja az államkassa. Részvéd Bali. Paksi pihenő. Nem láttam őket. Sötét volt. Sötétben is van trafi? Van. Sajnos. Paksi magyaró. Ó, ez minden. Sötétben öltözködtem, nem láttam. Igen, szén a WC papír árus küldte nekünk. Azt majd, ha elmagyarázod nekem, mert te okos ember vagy így közlekedésileg, nem rád gondoltam. Én nem felkaptam rögtön a fejemet, hogy ezt kihez beszélni. Igen, hozzám. Azért kérdem, hogy azt, ha elmagyarázzátok nekem, hogy telepítették milliárdokért ezeket a trafipaxos kapukat, hogy ez nem azért van, hogy ne tud, hogy ott van, és ugye lefotózzanak, minek rakják ki elé. Tehát tök jó, én örülök neki, kicsit magam ellen beszélek, de ki van rakva a trafi tábla? Tehát le fogsz lassítani annál a hülye kapunál 130-ra, aztán mész tovább, ugye? Én már gondoltam arra, hogy valójában nem ott van a trafi.
ott lelassítasz, és ott a trafi, az igazi trafi, az meg álcázva a két trafipax között van valójában, elrejtve. De okos. Nem, ennyire nem okosak. Az már azért hatóságilag előírt. Hatóságilag előírt, hogy ki kell tenni. De hát hogy nincs értelme a dolognak. Tehát, hogy de az egyértelműen van vissza, bocsánat, hogy szabad a pásár, mégiscsak neked a jogosítványod. Nem, semmi, igazából azt nem értem, hogy ha viszont kirakjuk és fölhívják, hogy trafi, akkor utána meg 100 méterek később meg a bokorból fotóz. Uh-huh. Ami ugye most megszűnik, ahogy hallom, de tényleg nincs benne logika, hogy néha kiírják, néha meg elbújik a rendőr, és ügyeskedik ott a bokorba, itt a hasonfetbe. Szóval, igen, és arról meg nem kell. Becselkészem őket, elkapom őket, az összes rohanékot. Akkor is én leszek a legjobb, hajtok a törzsörmösterire. Na, nem is ezt akartam mondani, hanem, hogy, igen, hogy de egyértelműen van visszatartó ereje. Én ezt otthon látom a Nagykörösi úton. Amiatt, hogy kirakták ezt a védát, azóta ott, mintha megállt volna hát az idő. Ott. Mint egy lassított felvétel. De legalább ott. Legalább ott. Adom. Na jól van, játsszunk akkor egyet, mert hogy itt is van már a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Hello. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hogy hívnak? Mónika. Mónika! Hello, Móni, jó reggelt! Móni, honnan jöttél hozzánk? Bajai vagyok. Bajai vagy? Akkor te nem utaztál sokat. Nem hallgatjuk meg a háromkor keltem egy héttel ezelőtt, egy hete vagyok úton, terelem a birkákat, itt várnak az országhatárban. A tavalyi óta itt vagyok. Mindig van, hallgatunk, igen. Négy napja utazom, hogy ide érjek. Na, Móni, és mit csinálsz, Bajám? Vagy milyen foglalkozol? Irodai adminisztrációs munkában dolgozom. Itt szemben a Városházán vagy? Nem. Nem? Nem? Nem. Nem, 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 nem a Polginál? Oké, kivel szeretnél játszani, Móni? Meglepő a kérdés? Így 8 év után ebben a játékban meglepődtél? Nem tudom, és mit. Csak bejöttem, mert itt meleg van. Igen. Móni, válasz egy játékos. Nekünk mindegy, hogy ki, akit gondolsz, és akiről úgy gondolt, hogy le tudod győzni, és akkor egymásnak feszültek. Jó? Hát, miért pont, Jani? Én már játszottam a héten. Ki tudsz legyőzni? Hát figyelj. Hát akkor... Jaj, akkor én akkor vagyok. A nagyot. Dobjátok ide a nagyot. Legyen a Feri? Legyen a Feri. Oké, indul az óra. 3-2-1, és tessék. Mindig ilyen csinosan öltözöl? Igyekszem. A rózsaszín a kedvenced? Van rajtad attól rózsaszín. Attól függ, hogy mihez van kedvem. Van rózsaszín ruhám, de... Nem mindig. Opecska! Oj! Még nem is kanyarodtunk rá a feketére. Ja. Ennyi, zéfolt veri! Smile dobja, édesen! Azon irányba akartál menni? Ha persze, mondom, akkor behúzzuk azt a szettet is, a fekete részét. Igen. Na mindegy. Mónikám, hát ez nem volt. Természetesen jön az ajándékcsomag. Így van, kapsz egy ajándékcsomag. Ez valamilyen ajándékcsomag? Igen. Az a saját. Móni táskája, igen. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Köszönjük, puszi. Erre nyitom. Hello. Ahogy szoktuk mondani, nem könnyű itt benn nálunk, de hát ez van. Ennyi. Ez az. Akkor kié a hét? Na kié a hét? Megnyertük a hetet? 3-0. Hát szerintem. Köszönjük szépen az elismerő bologatásokat. Így van, jól érzitek, hogy megint kikaptatok. Kicsi taps is jól esik. Abszolút jól érzitek, hogy megint kikaptatok. Hát ennyi, ha mit tudunk csinálni. Dőljünk hátra, sütkérezzünk a saját dicsvényünkben, és hallgassunk meg egy Village People számot. Azt írja egy hallgató, légy szív, Justin Bieber legyen. Na, az csak a testeven keresztül lehet. Van mindenek van határa. De is, nem? A hallgatói igény van rá, hogy ők szeretik. Nem. Ennek ellene kell, hogy menjek. Tehát Justin Bieber nem lehet. Fertőri határátkelőnél a sógorok ellenőriznek, 20-25 perces a várakozás. Győrből mennék pénteken Pestre, Bali szorítanál nekem helyet a hajón, Gázos Petya küldi. Mondunk infókat, jó? Igen. Mondunk infókat, hogy mi lesz majd a hajón. Hol lehet beszállni, hol lehet kiszállni? Így hol van. Vannak a biztonsági övek, vagy mik? Mentővek. Igen, mi van, léket kapunk, ha mennyit kell úszni. Régi hajós családból származok. Igen, mennyire ideg a Duna. Elmondunk mindent, jó? Úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel. 3 perc alatt pontosan 7 óra. Morning Show Nagy Őszi Roadshow 2016. Élőben Bajáról. Bajá Morning Show! A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rák
Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ti vagytok a legjobbak. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez került pénzbe. Ez. Súlyos pénzeket kellett fizetned. 6 óra után, 7 óra után, 12 perccel itt vagyunk Baján. És a Szentháromság téren, azon belül is, úgyhogy tessék bennünket meglátogatni. Azt azon belül is. Azon belül is, a Szentháromság téren belül is, a Szentháromság szobor mellett, a nagyon belső körben, egy óriási fehér limó mellett, ami egyébként nem hozzánk tartozik. Nem, semmi közünk nincs hozzá. Nincs hozzá közünk, itt van. Suzuki. Nagyon Suzuki limó. Rengeteg Suzuki-s SMS jön, szóval, hogy elképesztően sokan játszanátok, hívjuk majd a nyertest, akit ugye az SMS küldő közül sorsolunk ki, de majd csak csütörtökön, hogy még legyen azért lehetősége odaérni. Ugye pénteken. Mert hogy pénteken pedig hajóra szállunk, és akkor mondanánk is egy-két fontos információt a hajóval kapcsolatban. Ez egy vízi jármű. Így van, ami nem süllyed el, baszból van, de mégis nem marad a vizem. Aki érti, magyarázza el nekem, mert sosem tudom, hogy miért marad fönn. A jövő héten repülőkről fogunk beszélni. Szóval a Batthyány téren van az indulás, illetve pontosabban érkezési sorrendben lehet majd beszállni, hát nincs azért olyan nagyon sok hely, tehát arra ne számítsatok, hogy ez egy ilyen hatalmas Dunajáró hajó, ahol mondjuk 2000-en fel tudtok szállni. Tehát az első 100 az mindenképpen be tud majd szállni, és ők melegben tudnak a hajó belsejében lenni. Aztán aki bevállalja egyébként, és az van annyira úszást. Lelkes, az úszás az hátúszásban jöhet mögöttünk, farvize nevezve. Nem, aki bevállalja, plusz további helyek kiadók a felső részen, de azt mi azért nem mondjuk, mert nem akarunk oda senkit úgy beállítani, hogy ha nincs kedvetek, vagy ti azt hittétek, hogy melegbe jöttök. Uh-huh. Szóval lent van körülbelül 100 hely, az rendben van, és utána még plusz extra beszállok azoknak, akik azt mondják, hogy nekik minden pénzt megér, hogy velünk hajózzanak, ők viszont arra készüljenek föl, hogy ők a szabadtéren fölül ugye fognak majd velünk jönni. Úgyhogy érkezés sorrendjében addig, amíg a hajó meg nem telik, 6 órakor van a beszállás, és azt hiszem, hogy ilyen fél hét környékén indulunk talán. Így van, ugye, fél órát indulunk. Hagyjunk ott a parton, és akkor fél héttől megyünk. Így van, aki oda jön, elképzelhető, hogy fölfér, ha már megtelt a hajó, akkor tessék nem morogni, nagyon drágán vagytok, de hát nyilván nem tudjuk ezt eldönteni, hogy most 6 óra 12-kor vagy 18-kor érkezett valaki. Aki jön, fölszáll, ha van még hely, jöhet, lesz egy pont, amikor azt fogjuk mondani, hogy megtelt a hajó. Igen. Viszont akkor lehetőség van, vagy a Batyin később beszállni, igen, vagy pedig a március 15-et érem, mert ezt a két kikötőt fogjuk majd használni. És lehet, hogy érdemes odaállni 8:30 körül mondjuk a március 15-et érem, megvárni bennünket. Ha ott mondjuk 10 leszállnak, akkor közben 10 felszállhatnak. Hát meg akkor már 8:30 körül már fönt is jó idő van. Fönt is jó idő van, ja. Így van. Lehet aztán, hogy nem száll ki senki, és mi kikötünk. Igen, sajnos ezt nem tudjuk megígérni, szóval... hogy biztos, hogy fel tudtok szállni. Ezért tényleg érdemes készülni baseballütővel, fogvédővel, herelédővel, mert ott lesz. Igen, sokkolóval, viperával és bokszerrel. Szóval, hogy azért nem tudunk ennél konkrétabbat mondani, mert ugye ez tőletek függ, drága hallgató. Ki meddig akar velünk hajózni? Ki hol akar leszállni? Nyilván a dolog nem fakultatív. Állj, kiszállok, álljunk meg, itt most nekem jó, mert pont itt lakom. De szóval, hogy lesznek megállóink, majd mindig mondjuk fél órával előtte, hogy na most körülbelül 20 perc múlva érünk mondjuk a március 15-et ére, ha ott 5-en leszállnak, 5-en be tudtok szállni. Ha nagyon ragaszkodnak hozzánk a hallgatóink, és senki nem száll ki, akkor kiválasztásra alapul 6-ot bedobunk a vízbe. Ő valahogy meg kiúszik, balról úszik, jobbról beszáll, ezt fogjuk játszani. Úgyhogy a lényeg, hogy Batthyány tér 6 óra. Jó? Gyertek, aztán meglátjuk, reméljük, hogy sokan azért fel tudtok szállni majd a hajóra, de lehet, hogy lesz, aki lemarad. Ez csak azért mondom, hogy ne legyen ott egy kis dulakodás, verekedés, lögdösödés. Én már 5 éve hallgatom őket, én 10 éve nem is voltak hülyegyek. Akkor is. Én már fejbe őket hallgattam, még nem voltak. Fejbe akkor őket hallgattam, amikor még nem is akartak rádiózni. Már igen, igen. Azt mondja, én már most ott állok a sorba. Biztos, hogy fel fogsz férni. És azt fogjuk csinálni, hogy lesz egy csomó ilyen helyi játékunk is, meg ilyenek, és fél óránként majd lehet velünk a hajóorrába készíteni ilyen Leonardo DiCaprio-s két vinszletes képeket, hogy állunk a hajóorban széttett karral, és suhanunk óránként 5,5 csomós sebességgel a Dunán. Igen. Nekem már ott áll a bérsorba álló, írja Márk. Tehát valaki már most odállította az emberét, hogy pénteken reggel 6 órakor beszáll a hasonló hajóra. Figyelj, lehet ilyet csinálni, hogy az ember lesátra az oda csütörtök este, de igazából azt gondolom, hogy azért ilyen sétahajókázásban már mindenki vett részt. Tehát tényleg nem arról van szó. Nem csorbítva a saját érdemeinket, tényleg, hogy nem tudom, 4 hőlégballonnal bungee jumpingolunk. Ez egy kellemes kis hajókázás lesz, de lehet a partról integetni, lehet a hidakról integetni, szúros tárgyakat nem a nyakunkba vágni, hanem a bankiról. Jó, úgyhogy nagyjából ez az, amit tudni kell. Ott lesznek majd a nyerteseink, és még csütörtökön választunk valakit
az SMS beküldők közül. Uh-huh. Ugye, hogy neki ezért legyen egy napja megtudni, hogy ő lesz még velünk a hajó. És hogyha valaki esetleg a sátrazás mellett dönten, az mindenképpen hozza magával egy a makita, a fúrókalapácsot, mert hogy viszonylag kemény a rakpartnak a köve, tehát a szövegeknek mondjuk azért kell egy kis aládolgozás. Igen, én hajnalban ott leszek, megyek veletek, ha jó, ha nem jó. Ja, jó lesz. Oké. Ott a helyed. Igen. Mi a hajó neve, Bali? Hogy néz ki? Hányas kikötő? A március 15-én érjen Ricsi. Mi vagy te, Ricsi? Egy mahartos vezér? Egy hajózási szaktanácsadó? Hát ahol meglátsz bennünket, hát nyilván rá lesz írva, hogy Klassz FM szakmester. Így van, fel lesz brendig, Vöcsök 3, Hóferke 4, Tücsök 2, vagy Bismarck. Bismarck 14. Igen. Táltos. Ez a neve? Hát azért ez barokkos túlzás. Már meg, hogy nem fogadsz még adás közben is, jó? Mert ezért, tényleg ez a lóversenyes szenvedélyed azért hihetetlen, hogy mégis elkezd. Igen, a helyre befutod, hogy nem, hülye az a hajó. Ja? Táltos, ő a bukim hozott egy centi. Táltos, oké, okay, menjetek, okay, tegyetek meg. Meg, ezt életemet teszem rá, hogy elsőre. Szóval Táltos a hajó neve. Táltos. Húha. Fura. Én mindig félek egyébként az ilyen elnevezésekhez. Tudod, mit jelent, hogy tolatva gyorsabb, mint előre általában. Tehát, vagy úgy hánykolódik. Aminek ilyen nevei vannak, tudod, hogy... De nem mindig ilyen Vöcsök, nem azok a szárnyas hajók, Vöcsök 1, Vöcsök 2, mint a Hófehérke, meg mit ilyen nevek vannak. Táltossal még én sem találkoztam. Jó, oké, okay. Szóval Táltos a neve, ezt keresétek a Batyin. De egyébként nyilván látni fogjátok, hogy hol vagyunk. Nem előzted, de még őket soha? A Dunán vízi sportolás közben? Igen, nem az lesz, hogy Táltos! Majd a kapitán most elbeszélget veled. Tudnék mesélni, hogy mit csinálunk mi a vizen, de abból megint újságcikkek lennének. Igen, az a baj, már túl kiadom magam én ebben a műsorban. Éppen elég, hogy alkoholista vagyok, és nem tudom. Mondtad adásban, de esetleg nem figyeltem. Mondtad, hogy kaptál az előbb éppen bizét, hogy talán 20 szerekesz rozé. Hát egy karton rozé, de próbálok ettől az imistől menekülni, nem tudok, mert azt hallgatom, hogy egészségedre, Bali, egészségedre. Mi van benne egy karton rozé? Mondom, hogy hallottuk, szereted? Mondom, köszönöm. Én majd bérben állok, írja egy hallgató. Ez jó! Tehát az a bérben jó. Állók és a bérálló kölcsönzőket kell összekötni, és akkor lesznek, akik keresnek azon, hogy beállnak, valaki pedig örül, hogy aztán a bérbe álló helyet be tudsz állni a hajóba. Írjál összeget, hogy mennyiért csinálod, az fontos. Igen. Szép jó reggelt, ha már most oda megyek, sanszos, hogy feljutok a hajóra? Igen. Nagy esélye. Tök helyesek vagytok, igen. Mosolyogjatok a hotel webkamerájába, Angliában nézlek titeket, ide jó szó. Hol van? Ez a Duna Hotel webkamerája? Megy a Jani integetni. Mutasd, lehet, hogy te egy héttel ezelőtti képet látsz egyébként. Jani, most integetsz, és akkor egy hét múlva lát a hallgatom majd, hogy integetsz. Melyik az? Mutasd rá valaki. Minden integessél. Nézd már. De sután integetsz, te jó Isten. Hogy kell lazán integetni? Ez nagyon messze. Hello, nagy. Lazán integetsz. Integetsz egyet lazán. János megpróbálta, hogy tud lazán integetni. Drága hallgató, írd meg nekünk, hogy láttad-e Jocó Angliából, jó? János, ahogy integetted, ez mikor ért oda a kép? Jó, ezt írd meg nekünk. Várja, megkínálom így virtuálisan egy kis fehér csak is citromos pisfótával. Hogy fog örülni neki? Eszel, nem kapsz más. Nézd. Na. Igen. Zoli írja, a hajó neve Nofreki. Fehér zaj. Igen. Mondjuk a fehér zaj az jó, azt nagyon szeretem. Titanic 2, ugye valaki jéghegyre vigyázzatok. Jól van, oké. Okay. Na, az én most indulok, pókjárásba leúszom Győrből, csak hogy ott lesz. Csak le kell csorognod. Pénteken, ha jól mondták, találkozása tilos, kérdezi Zoli. Hát ezt egyszer valaki nekem elmondja, akkor majd biztos, hogy tilos lesz, igen. Hídról érbe ugrani hozzátok, írja Áki. Bátor mutatvány. Hogy gondolod? De... Erre mi nyilván nem szólíthatunk föl, de egy ajándékcsomag mindenképpen titokban. Majd figyelj, hogy kezded, amivel átvedved. Ha szárnyas hajóval mennénk, akkor én azt mondanám, hogy ne. De mert akkor nem biztos, hogy ráesel. De hogy szerintem akár még előfordulhat, hogy rá is érkezel. Annyi gyerekek, hogyha elsüllyedünk, csak igen? Mondom, esetleg ne adj Isten, és úszik egy szekrény majd a vizen, én arra felmászok és lelöklek titeket. Én nem leszek Leó. Nem fogok titeket felsegíteni a szekrényre, és én nem fagyok meg a Dunába. Mennyi nem? Másszal. Én rámászok a szekrényre, és egyensúlyozok. Tehát én nem leszek olyan, mint Leó. Csak mondom, hogy a Balázs nyújtsd a kezed, hármunk közül egyenben nem tud úszni. Mutatom.
Mutatom, hogy ki lesz már a taxiba mentő mellény. Tehát ő úgy fog megérkezni a Batthyányira, hogy úszó, mentő mellény, ezért felfújható, légzsák, mindent rád veszünk. Csak elfelejtett, hogy én a hajókorlátjáról le fogok tépni egy haszfemes lufit, felfújom, és meg is vagyok. Mondjuk azt, én azt imádnám. Tarts ki, Jani, tarts ki. Nekem nem kell vízi mentő. Mész a Láncid felé. Ott van, komoly sodrása van a Dunának egyébként, szóval azért az nem annyira szexi. Remélem. Átvegyük addig az úszást. Holnap megtanítunk egy kicsit úszni. Jó, szárazon. Jó? Jó, szárazon. Azt fogjuk csinálni holnap, hogy Ferivel ketten felemelünk, és akkor gyakorlod a melltempót, meg a lábtempót, és megpróbáljuk a kettőt összehangolni. Nagyon jó. Jó? Egerben egy kicsit megtanítunk úszni. Várom már, hogy Egerben ott a téren a macska köve. A macska köve. Jó, és most átúszás, jó? Jó, kicsit átveszünk a gyorsúszást. Kicsit átveszük a gyorsúszást is, és akkor holnap úszni tanulunk, ezt ne felejtsük el, ez fontos projekt. Hozzatok már nekem egy ilyen neoprén ruhát, mert van nálam fürdőnaci, fürdőfecske, tehát ezért csak nem fogok kimenni. De a szár az úszásra? Minek? Hát persze, szár. Nem majd, hogy hívják, vagy arra kell a neoprén. Nekem van egy 5 millis neoprén ruhám, szívesen elhozom. Nagyon jó. Hogy holnap Egerbe abba akarsz tanulni, hogy átveszed? Nekem meg egy 9 mm-es berettám. Hallod? Igen, hozd el. Hozd el. 30 milli a gatyám. Hozd el, átveszem, és akkor abba. Jó. Kipróbáljuk. Nem kérsz keveset, nem tudom hol van. Az a jó egyébként. Na jó, de tudom hol van, mert elhozok neked egy neoprém ruhát holnap. Macskakövön nem lehet elrontani a lábtempót, mert ott tényleg nagyon szépen kiteszed oldalra, ellököd magad. De valami olyasmit kellene, hogy mit tudom, hogy te mondod, vagy fütyülsz, vagy van ilyen ritmusadó, ilyen eszköz, mint a kasztanyet. Tudod, így tak, 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 tak. Hogy arra tempó. Nem, hát ketten mi tartunk téged Ferivel. Igen. Tehát az lesz, hogy tartunk az a levegőbe, és ott fogsz úszni a levegőbe. De azt hiszem, hogy azt is álljátok, hogy mit tudom, én a hónapjára felkötök egy kötet, és a Feri húz. Tempózok, hogy meglegyen jó, a sikerén. Átveszük a melltempót és a lábtempót, illetve összehangoljuk a kettőt, jó? Tehát ha bármi történik majd pénteken, és te véletlenül beesel, akkor legalább esélyed legyen addig, amíg én utána dobok valami mellényt, vagy ezt a, mi ez a kör bizbasz, mi ez? Kör bizbasz. Nem, mi? Hogy hívják ezt? Mi ez? Mentő. Na, ez nem jutott eszembe. Szerintem Baján mindenki tud úszni. Aki Baján nem tud úszni, azt szerintem kiviszik a város határába és elássák. Na, találjunk valakit, aki felnőtt és olyan, mint nem. Kiviszik és elássák. Menjünk egy kicsit a bajai hallgatókhoz. Mindenki tud úszni egyébként, drága bajaiak? Ki az, aki nem tud úszni? Őszintén. Akkor tesztelnénk a szárazon való tanítást. Na. Igen, na, nézzük meg. Ott van egy leányzó, aki nem tud úszni. Olyan, mint János, egy gyerek, olyan, mint a biciklizés, komolyan. Tehát nem is érte, te se tudsz úszni. Nem tudsz úszni. Itt a Dunaparton. Gyere hajózni velünk pénteken. És akkor Jánossal belét fogunk majd kapaszkodni. Már hogy Jánosok belét kapaszkod. Nem is tanultál meg egyébként? Itt. Nem tudom, bocsánat. Tessék? Próbáltad? Nem. Komolyan? Nem jött össze. De mi volt a próbálkozás? Tehát bedobtak, vagy próbáltál úszni járni? Nem, hát próbáltak tanítani. Anyukámnak az egyik volt párja. És? De nem jött össze egyszerűen. De anyukád rátok nyitott. De hogy tanítod? Úsz, kicsi, belökött úsz, a 220-as medencében. Na, úszsz el, édesem. Nem, bent volt valami sugóban, de nem jött össze végse. Nem. És azóta se semmi? Nem, félek a víztől, mert egyszer, hát... Beugrottam apukám után a vízbe, mert ő mutatta, hogy hát így úsznak a nagyok. Én meg beugrottam utána, én meg... Jézusom, jaj. Ebből vannak a családi drámák. Család. Apád kétség után beugrott, hogy így úsznak a nagyok. Hát, ő megmutatta, de nekem kislányom, így úsznak a nagyok. Apa, még csak 4 éves vagyok, utána. Tudod, hát nem mit csinálják, és beugrottál a saját apádat kiúzni. Várjál, legalább pelenkát leveszem. És akkor azóta semmi? Nem, azóta semmi. Nem akarsz itt megtanulni, Jani, előtt? Nem. Csinálnánk egy száraz próbát, hogy neked holnap már könnyebb legyen. Össze kell tenni a lábtempót és a kéztempót holnapra. Nem egy egyszerű történet. De egyébként rohadtul az. Igen? Igen, ne vigasztad magad. Igen, időben kell levegőt venni. Én külön-külön mind a kettőt tök jól tudom, csak... csak az összehangolás. Igen, egyszerre. Ezek annyira fura egyébként, hogy ilyen alapkészségek néhány embernek nincsen meg. De hogy közben értem, ha valakinek víziszonya van, akkor nem szeret vízbe menni. Tehát közben tök érthető, vagy ha valami rossz élmény volt gyerekkorban az úszása. Ki nem tud még úszni? Te se úszol? Nem már. Ne csinálj, akkor mi nem strandolsz? Nem mész vízbe? Pár tempóig. Pár tempóig. És utána süllyed? Nem süllyed. Tehát így elkezdesz úszni, és így szépen állsz bele a homokba. Aha. Hát a vízimentőknek is élni kell valamiből, nem? Tehát, így van. De bajai vagy? Igen. És nem mondták még, hogy anya, vagy mit tudom én, érted? És tényleg, hát itt égetsz minket, tehát mindenki úszik. Lányaim tudnak úszni. Tudnak? Nekem nem tanítottak meg.
Hát akkor még nem volt ilyen divat, most már van az iskolában. De a lányai lementek a strandra nyáron, na anya, figyelj, akkor így kell csinálni. Nem, én tanítottam őket. De tanítottad őket úszni? Atya, az jó lehet. Atya Isten. Mondták, anya, veled is csak többet vagyunk. Technikát azt tudom, csak nekem nem megy. Ja, és akkor igen, vegyes stílusba úsznak most. Minden. A fél fuldok és a fél mell között valahol. Jó, hát akkor pénteken rátenni kell valamit. Tehát persze, akkor egy ilyen sípot, meg egy ilyen mentő mellényt, hogyha belső tud fújni a sípot. Van a mentő mellényeken, van ilyen mentő mellény, van síp. Akkor belső onnan fogjuk tudni, hogy belső, hogy fújod a sípot majd a Margit idő alatt rettenetesen. Mert ha nem szednénk ki még napközben, tudod, hanem éjszaka még csorogsz lefelé, és itt Bajánál elmész valahol. Fújod a sípot. Igen, amikor Százhalombatta a környékén már baromi magányos leszel, arra már nem sokkal jó van. Hajó! Még ott azért a lágymenyős hídig oké, utána azért ritkulnak a hidak, eltűnnek a hajók, tehát ott Százhalombatta felé már nagyon. Ember nem erő. A vízben, ember a vízben! Nem arra bár! És egy horgász visz, hogy kussolj már, horgászom! Nem, hanem beakasztanak, tudod. Várjál kicsit, megpróbálom, megfogja a három végül, akkor! És figyelj, egy hármasorog így beleakad a felső fogínyedbe, azzal nincs be. Nagyon dobbiz a snetfi. Oda nézd már, ez a kapás jelző. Rancsá be neki. Már legyen, harcol, ez megkultyokja ma. Üst adjon a lapáttal, üst adjon a lapáttal. Nézd már, kibászott egy a vízből. Az a jelen, már itt is jönnek. Állj most a vízből. Én tudtam, hogy jönnek ezek a migrátok, nem a vízből támadnak. Hajtam, fölúszott magastól. Mondom, hogy kell az a kerítés. Na jó, oké. Na jó, ennyit erről. Ja, tényleg így van. Igen. Szóval, hol tartunk? Ja, hogy fejni fogunk nem sokára. Igen. Már, ja, hogy nem, csak azt akartam mondani, hogy a sík meg a neoprén ruha mellé még legyen rajta, ami egy ilyen kis, valamilyen vízhatontokba egy vész esetén ezt a számot hívják. Mónika 0620. Igen, te már ilyen félig eszméletlenül kihűlve ülszol valahol ott Batta környékén, és majd ott kiszednek a vízből. Jó napot kívánok, van un néval beszélek? Van egy jó, meg egy rossz hírem? Jó napot kívánok, vízi rendészet? Így van, a jó hír az, hogy a Balázs neoprénjának semmi baja nincs. De kifagyott belőle az ura. Van, a kis ember meg már néha így. Na, viszont a hallásra bennem kell, mert lefűt a kávé. Na, ki az, aki akar fejni? Megvannak már a játékosai? Megvannak, jó. Hírek után fejünk akkor kicsit. Jó, hát ez egy női játék, sajnálom. Ezt de hogy értsétek félre, de hogy azért ez egy erősen női játék. Persze. Vadonatúj hűtő szekrényt lehet vele nyerni. Mit látsz? Hát kérlek szépen. Nem szereti. Azon gondolkodtam, van egy telefon, itt a hölgy fotózott bennünket, és fönt van rajta 400 darab szám, hogy ezek a PIN kód, vagy mi az Isten van rajta? Én már megkérdeztem. OTP, Mastercard, PIN kód 1399. Egyébként ezt én is értem, egy csomószor én sem tudom a saját telefonszámon. De nem írhatod rá se a telefonra, se a izére bankkártyára, és ráírod a 4-jegyű PIN kódot. Azt mondjuk nem. Mert én már olyat is láttam. Bankkártya a párnám alatt, a PIN kód a telefon. Hogy fejünk, ott van az a gyönyörű hűtő, nézzétek igen. meg. Ott van a sarkakat a húga is, úgyhogy és ott van a tehén. Jó? A tehén nagyon várja, mert nagyon tele van a tőgye, úgyhogy lányok... Azt hittem a sarkakat, a húga várja. Nem, a tehén, ugye? Mert hogy egy darab hűtőszekrényért és a hűtőben található laktózmentes tejért megy a harc. Ha valakinek van új már hűtője... Már nem ennyi, legalább 50 liter van benne. Valakinek van új hűtője, akkor engedj át olyannak a játékot, aki azért így örülne egy új hűtőnek. Ha valahol három van tényleg, és a negyedik áll a garázsban, mert nem tudja hova tenni, a tartózkodjon a játéktól. Jó, de inkább... a negyedik azért kell, hogy a teknő megálljon. Úgyhogy... Kaposvárot tegnap egyébként is erre célzott a Balázs is, nagyon megható pillanatok lehettünk a tanulni, mert hogy a két játékos megosztozkodott a hűtő meg a hűtő tartalmát. És most hallgassuk meg, hogy milyen csúcsot állítottunk be tegnap. Hány deci? 4 deci volt. Azt a mindenit, hát ez még mindig nagyon jó. Ez még mindig nagyon jó. Oké, hírezünk egy picit, jó? Közben mondjuk, hogyha van friss közlekedési híretek, akkor azt küldjetek el SMS-ben, hogy tudjuk mondani, mi a helyzet az utakon, Pesten és máshol. Aztán jövünk nem sokára fejni. Megvannak már? Meg, itt állnak rajtra készen, rajta készen vannak a játékosaink. Jó, akkor mit csinálnak? Felrázzák a tehenet előtte? Mert hogy ide, mert ez a tehén minden nap ugye 4 lábán áll. Megpaskolom egy kicsit. De nem rázzátok meg, hogy ne ülepedjen? Homogenizálódjon benne egy kicsit? Szok. Semmi. Egy csere legalább van, vagy egy hetet végig egy tejjel? Igen, egy hetet benne van, és kicsit beleposhat. Tudathasadásos állapotoknak nem tudtam elaludni, és bevillant ez a rohadt tehén, ez nem volt baj. Azon kezdtem el gondolkodni, és egyre jobban belepörgettem magam, hogy hol töltenek utána a tehének. Mert ezt még sose kérdeztük meg, hogy hol a farkát felemelik.
A másik oldalán. És akkor egy kis töltsérrel ott beletöltitek a tudod, tejet? Tudod mi ez? Ezt nem hiszem. Egy tanksapka van a tehénen. Egy tanksapka van. Nagyon nagy. Oldal. Nagyon jó. Ezt még sose néztük meg, hogy hol töltik a tejet. Olmozatlan, 95-ös, nem, 1-5-ös legyen szíves és laktózmentes. Na jó, oké, szóval hogy fejünk mindjárt tessék készülni, egy pici hírek, aztán jövünk vissza már is. Itt vagyunk, jó reggel. Nem ezt beszéltük meg, de mindjárt. Jó, jó voltál, köszönjük. Ez valami követelésbehajtás lesz, János. Igen. Én tisztáznám ezt a dolgot, mert elég felbőszültek. Nem, csak annyi történt, hogy ráléptem a lábára, és tűsarkúban vagyok. Igen, azt gondolom, hogy ezt lehet, hogy azért így rendezni még kéne. Szeretsz, hogy nekem maradt benne hármunk közül a stúdióban a fülesem, tehát hogy én ezt most megúsztam. Igen, nekünk ez egyenesben, mindjárt kihozzuk neked. Na, gyerekek, Sarka Kata húgát egyértelműen követelik az Instagramra. Tehát, miért baj van ezzel, hogy te vagy a Sarka Kata húga? Nem, nem így hívnak, igazából ennyi a probléma. Mi a keresztneved? Jut így eszembe a harmadik napon. Nem is mondtuk, hogy Kata vagy, mi azt mondtuk, hogy a Sarka Kata húga vagy. Roberta! Hogy tetszik mondani? Roberta? Így van. Viszont, hogyha ez vigasztal, akkor jobb vagy, mint az eredeti. Köszönöm szépen. Roberta, ismerős. Ha olvastam volna mesekönyveket, talán tudnám honnan ilyen ismerős ez a név, de hát tudjátok, hogy a műveltségemmel mindig van némi. Roberta, te ismerős. Figyelj, mondták már, hogy hasonlít ez a Katához? Nem, még senki nem mondta. Komolyan? Ez újdonság. Tényleg? Ebben a formában még senki nem mondta? Nem, senki. Na majd akkor megszavaztatjuk a hallgatókkal. Ott vannak a fejő emberek. Szerintem értetted az iróniát. Nem, még senki. De hogy senki nem mondta még, Balázs. Nem, úgy tűnt, hogy elszántam mondja. Nekem sem mondta még senki, hogy alacsonyabb vagyok, mint a tévében. De senki. Hallod? Ne de felejtsd el. Tesó, te Jason Statham öt se vagy, úgyhogy nem, én a visszapillantójáról vagyok a kabala. Megvannak a fejőjátékosai? Megvannak, kik azok? Lépjenek közeled. Lépjenek egy kicsit közelebb. Félünk a tehéntől, vagy mi? Te vagy a? Szilvi. Szilvi? Judit. Melyik őtök származik oly vidékről, ahol lehetett oly vidék. Tehenet fejni? Nem. Te is városi lány? Én Nemesnádudvarról, úgyhogy igen, ott lehet. Szilvike, még soha nem is fejtél egyébként? Egyébként nem. Soha? Soha. Nem volt még tűgy a kezedbe? Nem. Ha majd akkor most meglátjuk, hogy mire mész fel. Hogy állunk hűtőszekrényileg, Szilvi? Felajánlanám. A kolléganőmért csinálom. Te tehát jó az fej lesz. Vagy. Miért nem ő játszik? Te miért nem fejsz? Én nem. De a hűtő az kell. De jó. Leégett a házunk tavaly, és most ezért. Hát akkor tiéd a hűtő, persze. Hogy hívják a barátnődön? Móni. Móni, gyere egy picit közebb, csak megszólalom, csak egy mondat elejéig, ne menekülj. Hello Móni, mert hol laktok? Vagy most mi a helyzet? Hát most a mama házába. A mama házába? Igen. És akkor szépen lassánként próbáltok valamiféle új életet kezdeni. Hát gondolom nem megy egyik napról a másikra. Mi hiányzik még? A hűtő, a hűtő. Okay. Egy stúdió nem kell, mert ennek se lesz és már semmi. Egy hosszú fehér limó. Igen. Nem, vettünk egy házat, és azt próbáljuk alakítani magunk. Szépen lassan alakítgatjátok, hogy be tudjatok költözni. De hát mindenkinek ilyen barátnőket kívánunk. Így van. Nagyon rendes, Szilvi, komolyan mondom, nagyon rendes. Ugye meg kell nyernünk. Hát meg kell nyerni, igen. Mondjuk a fél hallgatótából már zokog, úgyhogy igazából itt már meg lesz a hűtő. Oké, megkérdezzük erről az ellenfelet, mit mond. Na most mit szólsz, egy leégett ház? Ezzel elég nehéz versenyezni, de egyébként nekünk is csak egy kölcsönhűtőnk van még. Nagyon jó. Ilyenkor szoktuk bedobni, de mindegy. Ez egy nagy csata lesz most, mert úgy érezzük, hogy mind a két helyen jó helyre menne a hűtő. Oké, hát akkor döntsenek az újak. Jó? Nézzük meg, hogy ki ügyesebb. Egész egyszerűen. Döntsenek az újak. Az újak. Nem erről szól a játék? Vagy de. Szilvi. Okay. Én kezdjek. Persze. Szilvikém, várjátok, itt nem kell félni, ez nem olyan, mint az ökölvívásban, a hideg áll, hogy kiütnek az első menetben, hogyha nem vagy bemelegedve. Ezeknek a tőgyeknek tök mindegy, hogy melegek vagy hidegek. És egyébként is a tankcsapánál megsavanyodott benne az összes tej. Igen. Na, kitérdelt most akkor oda a tejéhez, mert én egy kicsit távolabb vagyok. Nem Szilvi. Nem Szilvi. Judit térdelt akkor. Oké. Okay. Jól van. Na nézzük meg, akkor hogy megy neki a fejés. Egy perced van, igen. Akár felváltva, akár egyszerre a kettőt, hát akkor induljon. Vissza, Roberta fog visszaszámolni. 3, 2 és rajt. Ó, ez igen. Halljuk a hangot, aha, hogy megy. Egész marokkal, talán közelebb marokkal. Közelebb húzódok, a sajtár már megvan. Hát egyelőre nem hallanám, hogy ömlene azért a tej. Most mint most indulna. Igen.
Fújt, kitőgyem a sok tejet. Nem elé, Judit, nem elé. Figyelj, a patáját mosod. Ne is mondjon ezt a fújt ki, vegyem minden este. Hajrá, minden este a gyereknek gyorsan, 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 gyorsan. Gondolj egy gyönyörű szép hűtőre, meg arra több liter a laktózmentes tejjel, ami benne van. Judit, ez nagyon komótos, most ahogy hallom. Most fél percnél. Tehát ez nagyon, nagyon lájtos. Ettől nem sír fel a tehén. Megtarthattam egy bajatollat. Köszönöm szépen, nagyon cuki vagy. Na, hogy állunk? Hát 20 másodperc hát van. Komótosan, hát komótosan. A rekord nem lesz, az biztos. Nyomja, de ne nazzál életet fölni, és abba hagyja a fejhés, tehát így nem lehet. Így nem lehet nyerni, tehát ennél elszántabbnak kell lenni. 4, Szilvi, készülj. 3, 2, még egy fáradt csurrantás. Jaj, itt a vége. Gyerekek, na. Most megmondom, ez 2 deci körülbelül, tehát ez látatlanban, mert nézzük, ugye nem vagyok. Milyen volt? Megkérjük. Hát azért annyira nem könnyű. Hát nem, hideg a tőgy, hideg a tőgy egy kicsit, még be kell járatni. Milyen ez az állattartás? Te, Roberta, mi vizezzük ezt a tejet, vagy hagyni? Hányszor kell egy tehenet megfejni, Feri, egy nap? Egyszer elég. Egyszer elég? Ha jó kiüríted a tőgyét. Igen, igen. De ez mindennapos tevékenység, nem? Persze, mert nincs karácsony, nincs ám olyan, hogy elrozéztük este az időt, ugye sebestén balázs. Na, köszönöm szépen. Szívesen. De ha élvezed, lehet többször is, csak már a harmadiknál rúg. Igen. Figyelj, most mondom a facebookosoknak, ja nem, csak fölvesszük, de kár. Na majd akkor később föltesszük, hogy Roberta most elmondja, hogy... Fú. 3 deci. 3 deci! Azt a mindenségét neki. Azt hittem kevesebb lesz. Így van, kömény lesz. Maga jó lenne. Igen. Oké, Szilvi, hol van Szilvi? Jöjjön, Szilvi, gyere, Szilvi! Szilvi, na, Szilvi! Meg lesz, szerinted? Igen, megpróbálom. Jó, most már látod, hogy nem szabad. Nem csak magadért csinálod, a barátnődél is. Markolj rá, hüvelykújjam. Tényleg. Nagyon, ez úgy szorít ez a lány. Van ott rutin? Hogy érzed? Van azokban az újakban rutin? Van, ezt fogod, ez már ezt van ott, így van. Nem kérdezem meg. Persze, ha egyszer megragad, nem ereszt. Ajajajajaj. Főleg szülinapon és karácsonykor. Szilvike, igazíts be a... Igen? Jó, tökéletes. Le fogok esni, gyerekek. De az már mellé fog menni. Na, mi történik? Elindult? Várjál, igazítja. Baj van a térdeléssel? Nem, légy, szakmai alapokon történnek a dolgok. Ja? Úgy neked guggolva, nem akarsz térdelni? Ne. Biztos? Ne próbáld ki inkább guggolva? Nem. Figyelj, az a baj, hogy a végére kinyúlnak a szalagok a térdedben, és le tudsz majd menni angol spárgába. Na. Figyelj, na, oké. Okay. 3, 2, és mehet. Köszönjük szépen. Ez igen, csak ne a lábára, ha mellé megy. Aha, egy nagyon picit arrébb is akkor. Ez jó, ez már jó. Itt mintha ez most gyorsabban jönnél, legalábbis azt hallom. Igen, hogy... igen. Hátul is van 2 csecs. Tényleg, nem a stúdió mögött, hanem itt a tőnyön. Nem rossz, most már ez, ha ezt bírod tartani, abból lehet valami. Lehelem a kezed közben. Mennyi a vödör tartalmat? Telik a vödör? Mit látok? Igen, de nem túlzottan. Hát figyelj, a 3 decit meg kéne haladni ezért a hűtőért, Szilvi. Úgyhogy gondolj a barátnődre, gondolj a leégett házra, gondolj arra, hogy ennek az asszonynak, aki itt áll mögötted, nagyon-nagyon kell ez a hűtőszekrény. Feri, nem egy gőzgombot feszítsd. 15 másodperc. Ne, hát ott nem mondunk ilyet, ott nincs szomorúság, viccelsz. Ott nincs dráma. Nem, semmi gond nincsen. Ott csak gőzgombot. Oké, gyerünk. Azt még nem is csináltam, képzel. Nem voltál még gőzgombot fesztiválon? Pedig nagyon hiányzik. Jaj! 5, 4, 3, 2, 1, a vége, bocsánat, eldumáltuk a gőzgombocsal. Na? Roberta, hát, halljuk a mágikus mennyiséget. Nem tudom, nagyon akarom. Mi is nagyon szurkolom. Hát, drágám, hát, ez egy ránézésre. Aja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 j
fél deci. Azt a mindenségit neki. 2,5 deci. Na most mi legyen? Két és fél deci. Hát... Hát akkor, akkor... Akkor ez eldőlt. Judit, akkor ez eldőlt. Úgy néz ki, hogy Judit megnyerte. De én nagyon szívesen felajánlom a hűtőt, és akkor ennyi ma... De neked nagyobb szükséged van rá, nagyon szívesen felajánlom. Mi van ebben az országban? Ne, komolyan mondom. Ne vesszetek össze. Óriás plakát kampány ide vagy oda, itt azért mégiscsak van szeretet. De azért a tejet megtartod, Judit? A tejet megtartod? Egy részét igen szeretném, mert a sógornőm laktózérzékeny. Tök igazad van, azért minden nem kell odaadni, helyes? Azért egy picit magadnak tartsa. Istenem, éljük még egymást, ez olyan. Ne csajolsz, hello! Jól van, oké, na. Jó fejek vagytok, jól van. Na, ez egy boldog, happy end. Köszönjük szépen.
Jól van, mindenkinek van új hűtője, van teje, úgyhogy megvagyunk. Mit mondtál? Tejet viheti. De rendes vagy. Mónika azt mondta, tejet viheti. Oké, csajok, köszönjük szépen, puszi nektek. Köszönjük. Sziasztok, nagyon. Sziasztok, ciao, hello. Van mit mondóra játékosunk egyébként? Szerintem igen. Aha. Menjünk. A Laci jelentkezik, azt mondta, ki akarja próbálni. Hozzuk be a stúdióba akkor, jó? És akkor tudunk még gyorsan vele egyet játszani. Közben mondom, hogy aki akarja, hogy Feri elvigye egy körre, már úgy értem autóval. Úgy is, igen. Az mindenképpen jelentkezzen, mert Feri minden nap bérelhető sofőrként egy hallgatót bejuttat a munkahelyére. Mert Feri egy ilyen rendes ember. Meg hát én tudok vezetni, ugye? Igen. Ami ott is esett rám a választás, igen. Neked mégiscsak az én tempómat nem értik a belvárosban Feri normálisan vezeti, Aninak meg nincs jogsia. Úgyhogy, ha valaki akarja, hogy Feri elvigye, akár te csak ide tényleg, nem tudom, 100 méterre, 200 méterre, akkor Feri nagyon szívesen a híreket. Hogy csökkenek a távolságok. Még a hétfőre elkezd, oda is a valakról, tehát csak mutassál. Tehát a tegnapi Feri elrablás után egy kicsit muszáj visszavenni, mert Feri egy másfél órára ment el. Tehát, hogy... ide megyünk a sarokra, Feri, ide megyünk. Ide már, liba legelőm. Sicsütyott vagyunk. Liba legelőm, fordultál meg konkrétan. Ide a Lidőbe is ugorjunk már meg. Szilvi, hello, jó reggel. Szia, Szilvi. Jó reggel. Hello, honnan jöttetek, Szilvi? Tapintottunk Nagybenyimről, reggel 4-kor elmentünk Aposvárra, ott voltunk 10-ig veletek, és akkor átjöttünk este Bajára, itt voltunk, és maradtunk reggel. De ez egy félreértésből kifolyólag, vagy így is tervezték? Így terveztük. Azt hittem, elvesztettétek a lakáskulcsot. Nem, még megvan. Nem, elaludtak. Van olyan hallgató, ha itt vagy, emeld a kezed, akivel tegnap beszéltem, hogy minden egyes állomásra eljön. Egy fiú, hol vagy? Ott a másodra. Ő az, Kassa Tibi. Nem mondott komolyan. Képzel. Ott voltál tegnap, és hétfőn Sopronban. Bizony, Sopron, na, megszólaltatunk végig. De te is mi helyesek vagytok, és miért követtek bennünket? Még sose voltunk ilyen kitelepésedek, mindig azt mondtuk, hogy ó, majd legközelebb elmegyünk. És most gondoltuk, hogy hát kitől se lesz a legközelebb. Jó, de szép! Igen, ezúttal most a legközelebb nem biztos, hogy megállja a helyet. Biztosra mentünk. Jobb biztosra menni, mi is azt mondjuk, jobb biztosra menni. Szép volt a temetési menet jön után. És akkor jöttök még egyébként? Igen, Pestre. Nem mondod? Te jó fejek vagytok. És Eger, az nektek smafu? Komolyan mondom, rosszul esik, hogy nem jöttök el Egerbe. Tényleg azért nem szép. De jó lesz. Hajnalban megjöttök Pestre, vagy hogy tervezitek? Igen, úgy tervezzük. Jó, hogy gyertek időben, nem biztos, hogy mindenki felfér a hajóra. Tehát lehet, hogy ez csak egy integetés lesz, nem akarunk senkiben hióábrándokat kergetni. 6-tól van beszállás, hát az első 100-150 fér fel. Képzeld el, hogy illetve a felső részre többen, ott hideg van, oda még egy plusz 100 ember befér. Szegények végig mennek az egész országon, és akkor, na, senki többet, bocsássom meg. Azt a kapitány szépen ott lezárja alá. Igen, nem viszont látásra. Így van. Nagyon helyesek vagytok. Hát köszönjük olyan szépen. Talán meg sem érdemeljük ezt a szeretetet. Igen. Igen. Hát nem minárma. Nem minárma. Én biztos nem. Oké, mutatjuk, hogy... nem mutatunk semmit. Én mondom nektek, hogy mi van. Jó, mit szeretnétek? Ezt választhattok. Hát figyeljetek. Ti utaztok. Állatot szeretnétek? Ez nagyon szép dolog, hogy ezt szeretnétek. Csak nem találja. Jó, oké, mondom az állatot. Így szól, figyeljetek, hallgassátok meg. Van rajtatok füles, van? Révened. Ó, de egyszerű. Főleg, hogy szerintem volt már. Denevér, így van! Denevér, hát ez... De jó. Még a mit mond Dórán belül is egy nagyon egyszerű Dórás feladvány. Örülnétek egy ajándékcsomagnak, Szilvi? Nagyon? Nagyon. Hát akkor kaptok egyet. Jó? Köszönjük szépen. Nagyon kevés vagytok. Kitelepüléses játékosok, akik meg is érdemlik, ugye? Tehát, a többieknek mindenkinek adunk most, de, igen. De szép is találtátok. Igen, és hát nagyon köszönjük, hogy ennyire szerettek bennünket, nagyon megható, tényleg, helyesek vagytok. Köszönjük, hogy vagytok. Ma már mentek valamerre, vagy itt válaszoltok egyet, és akkor... Nem, ugye most megyünk haza, és akkor majd jöttök Pestre. Jó van, hát remélem a hajón találkozunk akkor. Jó? Puszi nektek, köszönjük. Köszönjük. Ciao. Sziasztok. Hello. Milyen helyesek jönnek minden állomásra, nem? Arra gondoltam egyébként... Bárcsak az NMH-ban lenne ennyi barátunk. Hát igen. Na, 2 perc a pontosan 8 óra. Mire gondoltál mondani? Na, akartam? Azt akartam mondani, hogy az előbb ugye nagyon-nagyon gálás volt a nyertesünk a fejős játékban, és hát szinte mindent odaadott a másik hölgynek, pontosabban a hölgy barátnőjének. Arra gondoltam, hogy mivel említette, hogy laktózérzékeny a húga talán, vagy sógornője, biztos, hogy megfejelné szerintem egy-két laktózmentes termékkel azt a kis csomagocskát, amit hazavisz. Mármint a Mizó, nem? Hát figyelj, amilyen rendesek ők. Ugye, hogy milyen jó fejek. Tudod, hogy itt vannak. Biztos, hát meg egy Robertát adnak nekünk az országnak. Uh-huh. Hát most az a néhány kis termék. Én például laktózmentes Rudiból ezen a héten még nem ettem egy darabot se. Ha csak azt a 40 darabot, amit én megettem volna, csak oda azt odaadom neki. Már jó. Már fejjebb persze. Vannak. Imádom, hogy tarháltok. Ugye, komolyan mondom, ez nem most magunknak csinálja. Jó.
tudom, nem de nagyon szórakoztat. Ez a jó, hát, tudod te, milyen a laktózosok élete, akik laktózérzékenyek? Hát egyszer, akkor na, nem kell magyarázni. Ennél egy édességet, és nincs ott a laktózmentes Túró Rudi. Hát milyen az? Milyen háztartás az, ahol nincsen mizó laktózmentes Túró Rudi? Hát de tényleg. Egy percet és ki tudja adni a mizó laktózmentes Rudit, ha nem a mizó? Hát ők ebben az autentikusak, hát, nem? Az igazi laktózmentes mizó Rudi. Úgy van, te már készítünk a csomagot, de kedvesek, megzabálom minket. Engem is megszólított valaki tegnap, mikor egy kapuajban voltam, hogy mizó, lecu mizó. És akkor mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, én megyek most éppen bajára. 8 óra pontosan, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show, Nagy Őszi Roadshow 2016. Élőben bajáról. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, 13 perccel. Hello mindenkinek! Drága bajaiak, itt vagyunk a Szent Háromság téren. Gyerekek, van egy kis baj, 4-9 is, még nem jött rétes. Ez bizonyám. Nem, ez tarthatatlan ez az állapot. És mi pedig van? Annyira emlékszünk a tavalyira, most még én kértem ugye egy kis sósat is, tehát igen, legyen kis káposztás. Állítólag valaki azt mondta, hogy itt voltak a csajok, és megígérték, hogy hozzák. Aztán bezáradt őket ennyi a névig. Rá egy órára már zárva voltak, igen. Ne elfijetek, a bajai is nagyon helyesek, a bajai is tényleg rengeteg mindent kaptunk már. Nagyon aranyosak, köszönjük szépen. Van, 7-kor nyitott. Gyerekek, én borral megvagyok szerintem a következő 4 évre. Megiszott ezt egy hét alatt? Persze, most komolyan mindenki. Napról napra nő a kapacitás. Felbúzulva néhány bulvár cikkel, hogy Balázs valójában tényleg alkoholista bort hoz nekem, nagyon köszönjük, de a péksüteményektől kezdve rengeteg mindent kapunk, sütiket, köszönjük, nagyon drágák vagytok. Közös könyvünk gesztesivel esetleg? Ez a baj, igen, az ember bármi humorizál a rádióból, utána ebből már egy ekkora ügy lesz. De nem. Hát az önirónia, mi ugyanúgy élünk, röhögünk akkor magunkon is. Így van, meg ráadásul és egy pohár bort azért már, mégiscsak 4-9 van. Azok csapkodják a legjobban az asztalt mindig az irónia miatt, meg a viccesnek szánt, meg egyébként én azt gondolom, hogy vicces beszólások miatt is, akik a legnagyobb drukkerei a különböző amerikai talkshow-knak, meg mindenféle olyan műsoroknak, ahol keresztre feszítik a vendégeket, és szanaszíjel cinkelik, savazzák őket, de hogyha velük teszik ugyanezt a magyar a közéletben, akkor rettenetesen meg vannak sértődve. Én bírom, nekem nincs, de ne írjátok meg többet, mert perelek, jó? M7-es Budapest irányába, pályazárban Siófoknál. Mondom is, hogy miért, mert Ádám elküldte. Siófoki kihajtó után kamion pót az oldalára dőlve. Már készülődnek felállítani, igen. Útzár várható, ez még 8 előtt jött, azóta már meg is történt, tehát az M7-esen Siófoknál Pest felé pályazár van. Fertőszent Miklósnál van egy baleset, a Csíkos csárdánál Bálint Neymar küldte nekünk. Bálint Neymar. Hatos úton Kulcsnál, a Bardás körforgalom előtt 2 kutya járkál az úton, vigyázzon mindenki. Vörösvár üröm 1 óra, azaz 4 km/h. 4 kilométer gyerekek 1 óra alatt. Atya úristen, Európa 2016. Dani azt írta. Ja nem, majd Dani veled kezdjünk, elefűt egyenként vadászunk legyen. A Soproni határ csúnyán beállt, Ajda küldte nekünk, M0-as 62-es kilométernél Vác felé rellobbant autó áll a leállósába. Na mi van, nem akar elvinni senki autózni? Hála a jó Istennek. Ne! Ja, hello! Szia, te vagy a Dia. Dia, és hova mennénk? Egy kört itt a városban. Egyébként ez nem rossz, itt megyünk egy karikát a tér körül, Diával. Hát itt ez bátor. Gondolatok, hogy az én főnököm ma azért engedett el, mert itt vagytok. És de drága ember. És Szabin is vagy? Cukrászizem. Igen. És ma egész napra kivettél egy Szabin. Te mondtad, hogy ma jövünk, igen, itt lesz a morning show, és te Szabira mész. Így van. De helyes volt, hát köszönjük szépen. Cuki a főnök egyébként? Igen. Jó főnök? Igen, nagyon cuki. Nem is kellett nagyon gyözködni, hogy hadd gyere ki most ide, megengedte, hogy legyél Szabin. Nem. És cukrász műhely? Igen, Bácsbokodon. Bácsbokodon, akkor csokoltatjuk, mondd meg neki, jó? Jaj, rendesen. Én is innen üzenem nekik. Ráadásul még, hogy nem kell oda elmenni. Hogy Bácsbokodon. Igen. Oda vigyelek Bácsbokodra? Igen, 25 kilométer. Sincs, hogy megjárjuk a kiváló Suzuki-val. Igen, be tudsz állni a benyámba. Akkor egy ilyen városnézőkör, kicsit itt a Szent Háromság tér körül valamerre, Ferivel. De te ismered Baját? Te tudsz navigálni, meg mond. Nagyjából, igen. Ugye tegnap Feri elment, soha nem jött vissza. Van a Susnyásból szedték ki Kaposvár határ.
pénztárából. Mondjuk maradtam volna a lányokkal, de... Tényleg két csajjal mentél. Igen. Nagyon rendesek. De kitöltötted a lapocskát. Igen, nem adtam oda. És akkor jöjjünk vissza, tehát te itt akarsz lenni 10-ben. Igen. Nagyon jó. Oké. Okay. Szeretnéd az autót? Szeretnéd az autót? Szeretném, igen, szeretném. Igen, nincs autó a családban? De van, de... De jó lenne igen, egy. Igen. Cseré. Tehát lecserélni. Aha. És te mit csinálsz a cukrász üzemben? Cukrászként dolgozol? Igen. Aha. Mert 14 éve. Azt a mindenségit neki. Hát akkor rutinos. Nem rutinos cukrász. Nem. Mindig. Jó, tudom, hogy nem ez ilyen sztereotíp, hogy akkor sok cukor meg állandóan esztek, de nyilván nem így van. Minden nap egy szelet süti. Kérdezd a Janit, igazi profi. Ez konkrétan kinyitja a szemét, és addigra benne van két szelet. Tehát, hogy egy szeletet mennyiség meg se érzi. Na, oké, jól van. Egy nagyon helyes dolgot találtunk az interneten, és... Egy gyerekforikai fotó rólad esetleg? Amikor még aranyos voltál. Azt helyesnek nem mondanám semmiféleképpen. Csernus féle horoszkóp leplezetlen őszintességgel. Hát ez most őrült sláger egyébként mindenhol. Csernus féle horoszkóp, ami arról szól, hogy... Minden csillagjegyre írt Csernus, ugye, hát vagy most képzeljük el, hogy ő írta, egy rövid kis jellemzést, egy horoszkópot, hogy milyen hetünk, milyen napunk, milyen évünk lesz, milyen éve lesz a vízöntőnek, a bikának, a ráknak, és így tovább. Nagyon-nagyon helyes kis írások, nagyon barátságosan, és tényleg olyan Csernus stílusban születtek. Ilyen kendőzetlen őszintességű? Kendőzetlen őszintességű, igen. Ti még elolvassátok ezt, ha látjátok egyébként? A horoszkópot? Hát én ilyen TV újságban, vagy ilyen női magazinokban. Én már mindenbe belekapaszkodom. Kinek írta meg először a horoszkópja, hogy novembertől változás várható? Nem volt ilyen? Simicska Lajosi. Mikor? Ti május, ugye? Május. Gyönyörű május. Bikák vagyunk mindketten. Május bika, nem volt TV újság, elolvasás, horoszkóp, nem soha semmi. Nem hogy készüljön a sötét novemberben. Megint a sajátomat nem találtam, Feri bika, én boci. Ki az, aki olvas horoszkópot, aki még hisz benne egy kicsit, csajok, pasik, akik úgy gondolják, hogy ebben lehet valami? Nem meglepő, a hölgyek vannak többségben. Igen, itt mellette egy szemüveges hölgy jelentkezik, balra neked, Feri, ő fiú, így van. ő látja, aki ez elindultál. Hello, hogy hívnál? Kati. Katikám, olvasod a horoszkópot? Hát el szoktam olvasni. Nem azt mondom, hogy teljes mértékben hiszek benne, de el szoktam olvasni. És befolyásol? Tehát másképp indulsz el reggel? Azt mondja, hogy a horoszkóp, hogy ma szerencsétlen napra számíthatnak. Nem. Akkor minek olvasod? Csak úgy, szórakozásból. És be szokott jönni? Egyébként működik? Hát vannak dolgok, ami időnként... Mi a csillagjegyed? Mi a csillagjegyed? Skorpió. Húha! Na nézzük! Veled se könnyű. Hát nem. Na, megnézzük, hogy Csernus Imre mit mond erről. Igen. Hogy milyen stílusban mondja, hogy milyen, mi várható? Légy szíves. Zsepit vegyél elő, mert sírni fogsz. Meg sípolt ki majd a büntethető részeket. Kendőzetlen őszinteség jellemzi a Csernus féle horoszkópot. Súnyi ravasz vagy, és cseppet sem megbízható. Hát a megbízható alatt, mert szerintem az vagyok. A csúcsot azért fogod elérni, mert 1 gram erkölcs nem sok, annyi nem szorult belé. A legmocskosabb rohadék vagy az egész zodiákusban. Igen. A munka... A kolléganő mit mondod? Hogy röhögnek a csajok, mondjad? Tényleg az? Nem. Most már nem, mi a mikrofon már nem. Ezek után mit fogunk mondani a többieknek? Hála az égnek, a legtöbb skorpiót idejében kinyírják. Értesen a skorpióról. Oké. Mondtuk, hogy nagyon barátságos lesz. Ez most óriási sláger az interneten. Kollégina, milyen jegyű szőkében? Ikrek. Ikrek! És tökéletes, milyen kis lelkesen mondja. Ezek után én is kíváncsi vagyok magamra. Adalázzanak meg engem is. Igen. Ikrek. Az ikrek az azt mondja, hogy... Igen, május 21, június 21. Jól írta a Csernus? Igen. Jól írta. Uh-huh. Jó eszű és intelligens vagy. Ezt köszönöm írja. Szépen. Téged azért szeret sok embert, mert biszex vagy. Volt már kalandod? Nem. És akarsz? Nem. Igen, hajlamos vagy rá, hogy túl sokat várj vissza a szinte semmiért. Az étteremben hagyott borravalót úgy néz ki, mintha eltévesztetted volna a tizedes vesző. Igen, egy olcsó János fattyú vagy, írja. Olcsó János fattyú. Egy olcsó János fattyú vagy. Az ikrek megrögzötten dögönyöznek a vérfertőzés mocskos tócsáiba. Biszex vérfertőző. Lehet, gyerekek. Ezt írja a Csernus horoszkóp. Milyen?
barátja. Hát ez szörnyű. Ha ilyenek lennék valójában... Szörnyű, de minden szava igaz. Igen. Ez lett volna jó válasz. Nem igaz. Na ki az, aki még hisz a horoszkóban? Egy ki fiú, ő, az ahol volt, te voltál, aki hisz benne. Egy fiúnak olvassunk már. Mi a jegyed? Ikrek vagyok. Azt senkit nem érdekel. Na, ikrek, hát az volt. Ott egy lány egy kék kabátba jelentkezett. Kicsit előre, kék? Kicsit jobbra. Ott jobbra mellette. Ott egy kék kabát. Kék? Ott te van. Vagy a kék. Hello, mi a horoszkópod? Rák. Te is rák vagy? Miért? Te is? Én is. Ez jelenthet valamit kettőtök között? Hát úgy ennek csak úgy megörültem, hogy nem egyedül vagyok rák. Mondom, nézzük a rákot. Azt mondja, júni 22-től júli 22-ig. Várjál, tehát akkor én olvasom fel. Jó, olvasd föl nekem a rákot. Hajrá! Remélem, jó lesz. Ott van. No, nézzük, mit ír Csernus Imre Csernusos horoszkóban a rákról. Hogy szól? Te büdös öntelt féreg. Ja, ez nem, 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 várjál. Azt mondja, tudtál, te ez nincs benne, te szemét elolvastam. Együttérző és megértő vagy mások problémáival. Ez a te, de, ugye? Hogy hívnak? Mi a kereszt? Melinda. Melinda. Ezt rólunk írták. Együttérző vagy másokkal a szemben. Hogy hívnak? Ja, ezt rólunk írták, Melinda. Ezek mi vagyunk. És ettől igazi balfék palimadár. Csak halasztgatod a dolgokat. Ezért mindig is csak segélyeken fogsz tengődni. Ezt kiről szól? A novemberemről. És szart sem ér az életed. Tényleg? Szart sem ér az életed. Nagyon, ilyen, nagyon barátságos. Így van. Ezt mondja, igaz? Csak. És az utolsó záró, kis félmondatocska, csak rákok vannak a dutyikban. Melinda, te mivel foglalkozol egyébként? Most eladó vagyok, bolti eladó. És most lehet volna, hogy azt mondod, hogy a büntetés végrehajtásban van. Egyébként igen. Szabit vettél ma ki, te is? Most 2 órára ellógtam. Ellógtál? Igen, csak nem találom a hostess lányt, akitől lehetne egy regisztrációs lapot. Ott vannak hátul. Itt oldalt, igen. A kis kerítésünk. De várj, és mit mondtál a munkahelyedre, hogy hol vagy? Semmit, megfordította a táblát, zárva is eljött. Te zártad a boltot tényleg? Most helyettesítenek. Komolyan? Uh-huh. Főnök tudja? Nem. És mi van kiírva tényleg műszaki okokból zárva? Nem, mondom, helyettesítik. Pisilni mentem. Helyettesítik. Leszállt valami rokon? Nem, az egyik kollégám. De nem lesz baj, hogy te most ezt egy előadásban elmondod? Nem lesz. Nem, van, főnök nem tudja, de nagyon szereti a Klassz FM-et, mindig titeket hallgat, de szerintem nem fogja megtudni. Van egy nagyon kedves hajléktalan sarkon, megkértem, hogy álljon balni kell. Persze, kicsi szívem válasszál, én is szerettem őket. Milyen volt ez egyébként? Tessék. Milyen volt? Mit árultam? Ez egy trafik most. Egy trafik. Úgyhogy pontosítsunk még te, persze. Igen. Jó, ne, meg kérdezek többet, igen. Melinda, trafik, és így a főnöki ráncolja a szemölőkre, ez nagyon ismerős nekem. Oké, jól van, ki az, aki mondjuk oroszlán? Uh-huh. Itt áll mellette. Szia! Hello! Hogy hívnak? Bianca. Bianca. Honnan jöttél hozzánk, Bianca? Bátmanostorról. Mennyi az innen? 10 kilométer délre. És nem kéne most valahol ott lenned inkább, mint itt? Nem. A piacon vagyok édesanyámmal. Tényleg? Mit árultok? Paprikát hoztam nektek egy. Chili! Oh! De jó! Mama, a piacon te meg itt. Szörnyen erős chili. Combosnak tűnnek. Saját termesztés? Igen. De aranyos vagy, tökélyes vagy, ilyen, köszönjük. Ezek ilyen válogatás a világ legerősebb paprikájában, ilyen saját termesztés. Hát csak közülünk talán... De aranyos vagy. Cuki akkor vagy. Nem adom vissza, köszönjük szépen. Na, közülünk János köszönjük. Szereti a legjobban. Hogyha szeretnétek majd így a műsor végén, vége felé ajánlanám, mert lehet, hogy sírni fogtok. Tényleg? Igen. Pusztult már bele valaki? Nem, de közel voltak hozzá. De... Hát soha nem akarják elhinni, hogy ez tényleg erős, megtörjük nekik, megnyolják, ah, te bírom az erőset, és akkor... De jól hozott, ez tök jól hoztad. És egyébként a tejforgalmat azt így élénkítjük ezzel, mert utána mindenki rohan a teljes, ez, hogy atya legyétárra. Igen, mert vizet nem szabad inni, mert csak tőle. Igen, csak mondom, hogy egyetlen egy dolog, a kapszait szint egyetlen egy dolog hatástalanítja az alkohol, úgyhogy te védve vagy. Gyerekek, akkor megint jövök ki ebből. Igen, és ez a Scoville skála hányos, azt tudjuk? Hát olyan 1,5-2 millió. Sú. Aja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 j egy verseny, műsor végén? Egy falat, egy-egy falat. Nem bockodjunk. Hát mondjuk tej az van hozzá, nem? Műsor közben. Kifejünk nektek egy kicsit a tehénből. Abból nem kérnék. Aki veszít, kőpapírólóval eszik. Jó? Oké. Mi volt? Oroszlán voltál? Igen. Oroszlán. Azt mondja, úgy gondolod, hogy született vezető vagy. A többiek úgy gondolják, egy idióta vagy. A legtöbb oroszlán erőszakos kötekedő, írja a Csernus. Ez nem így van. Nem vagytok azok, nem? Talán. Tehát igen. Hiú vagy, és nem bírod elviselni az őszinte kritikát, az arroganciát pedig vérforraló. Az oroszlánok tolvaj pecérek, pont pecérek. Aha. Akik, hát, jobban szeretik, akik jobban szeretik a maszturbálást az igazi szexnél. Meséljed? Léci, mondd, hogy is. Nem kell rá válaszolni. Nem kell rá válaszolni. Ki az, aki még szűz? Ennyi évesen, drágám, hát...
Köszönjük a paprikát, puszi neked. Nagyon drága vagy. Nagyon drága vagy. Hello! Ennyien vagytok még szüzek? Akkor beletadunk egy hosszabb zenét. Hogy hívnak? Hello! Szilvinek hívnak. Szilvi, honnan jöttél hozzánk? Bajáról. Hát akkor neked ez egy rövid sétál. Hány kilométer? Igen, hány kilométer innen Baja. Mivel foglalkozol, Szilvi? Suliba járok, de mellette hétvégente dolgozok. Mit dolgozol? Pincérnő vagyok a Dávodon, a Hotel Fort. Azaz. Vagy egy hotelban. Lelkes pincérnő vagy? Jó munkaerő vagy? Igen. Hogy csinál, vagy még külföldön? Még suliba járok, még van még egy évem. Utána mész majd mi? Igen. Utána azonnal dobbantok. Igen. Na, megnézzük még a szüzet. Nem a szüzet, még nézzük meg. Menjünk könyörtelenek. Te vagy a logikus típus, aki utálja a rendezetlenséget. Akadékoskodó szarevőséget kiborítja a barátaidat. Ezt leírtam. Atya úristen, ez csak sérteget. Hideg vagy, nincsenek érzelmeid, és gyakran elalszol szex közben. Az úgy jó. Volt már a precedens? Dehogy is. Nem én kérdeztem, a János kérdezte. Ja. Azt mondja, hogy de ki az, aki elalszik? Hát ezt azért nem értem. Hát nem alszanak el az emberek szex közben. Én persze. Igen, bal kezemben a rozé van. Így van. Igen. A balbimból már meg volt kicsi. A szüzekből jó politikusok és kerítők lesznek, írja még egyébként a Csernus. Ezt én is hallottam, hogy csajok hajlamosak elaludni. De hát akkor az rólunk egyfajta bizonyítvány, ha a csaj közben elalszik, nem? Hát, rólad, maximum. Nem magamról beszélek, de hogy azért az egyfajta bizonyítvány. Na jó van, egyet még nézzünk meg. Egy utolsót. De ja, tényleg? Egy utolsót. Mit szeretnél? Mérleget. Mérleg. A pasid mérleg? Nem, én vagyok. Ja, te vagy mérleg. Akkor te októberi vagy. Így van, most lesz a szülinapom a 30. Na, mehet tudta. Igen, és ez még fontos. Azt mondja, várj, megkeresem a mérleget. Szoktál horoszkopot olvasgatni egyébként? Persze. Igen. Hiszel benne? Hiszek. Amikor jót ír. Igen, az ember hajlamos, amikor jót ír, akkor hiszel benne, igen, amikor nem, akkor viszont elutasítod. Azt mondja, hogy várjál, nem találom a mérleget. Nincsen mérleg. Nem szereti. A Csernus annyira gyűlöli a mérlegeket, itt hogy van. Róluk nem is írt. Igen. Te vagy ez a művész típus, aki nem tud megbirkózni a valósággal. Igaz ez? Hát nem tudom. Hát ha férfi mindenre vagy, meg tudok birkózni. Ha férfi vagy, szinte biztos, hogy meleg vagy. Esélyed egy jó álláshoz, vagy a meggazdagodáshoz valahol a nulla és a mínusz 5 millió között van. Oh. Milyen önbizalom teljes. Minden mérleg nemi betegségben pusztul el. Jézusom. Van egy csomó jó gyógyszer. Hát ennyit a Csernus horoszkópról. Fújjunk egyet szerintem. Fújjunk egyet, nem? Nem senki ne vegye magára, hát ez egy ilyen vicces interneten felelhető iromány, ne tessék magatokra venni, de ez a Csernus féle horoszkóp. Nagyon szórakoztató egyébként. Minden mérleg nemi betegségben pusztul. 8:30 pontosan küldjetek a Suzuki szócskát, ha szeretnétek, hogy holnap kisorsoljunk benneteket. Jó, mert hogy holnap választunk az SMS-be küldők közül, ugye? Pénteken pedig 6 órakor találka a Batthyány téren, ami fontos, hogy 100-150 ember tud felszállni a hajóra, illetve bevállalósabbak még fölülre, ahol hideg van. Addig, amíg a hajó meg nem telik, úgyhogy aki korán jön, az be tud szállni. Aki kicsit később, már az is lehet, hogy 6 előtt annyian lesznek ott, hogy már ha 6-ra jöttök, se tudtok beszállni. Úgyhogy hát tessék, nem tudom, bízni a szerencsében, odajönni és beszállni velünk. Pénteken Batthyány tér reggel 6 óra. Onnan indulunk, aztán kiszállunk majd egy-két helyszínen, illetve pontosabban megállunk, ugye többek között visszamegyünk a Batyira. Így van. És a március 15-e téren is megállunk, majd mindig mondjuk, hogy hol vagyunk. Igen. Aki ott le akar szállni, leszállhat, aki pedig be akar szállni, az a leszállók függvényében be tud szállni, de hát itt kész tényként azért ezt ne vegye senki. Lehet, hogy Gina meg lesz mindenki fagyva a felső szinten, hogy senki nem akar be leszállni. Hogy majd így matrózok, így a lábunknál kezdünk, hogy dobják a partra. Persze. Nem, a fönti rész az nyitott, tehát oda a nagy kabátba gyertek, oda a bevállalós hallgatók ellenek. Dunán hideg van, így van, főleg a víz fölött. Igen, de hát ezért mondtad, hogy a Dunán. Igen. De most már mennünk kell, mert a szerkesztőnk integet, hogy a Csernus csörgött. Igen. Nyilván semmi köze nincsen. Ki akar-e még egészíteni a horoszkópját? 8:09 volt, 1 percen Ákos mondja a híreket, aztán jövünk vissza már is. 3:09 múlt, pontosan 2 perccel. Steppelt a tehenünk, láttad? Melyik? Itt állt. A mizos tehén táncolt. Beállt a kör közepére, és mint a Randy MC It's Like That című klipjébe, megbolondította a tömeget. Az egy műanyag tehén, megint meg vagy szívva? Ja, akkor megint túl sok rozetítem. Nem, van egy élő tehenünk már, úgy értem, hogy két lábon járó tehenünk egyébként. Nagyon-nagyon-nagyon táncolt itt az előbb. Na, Feri, de elrabolták? Elrabolták, miközben egyébként megérkezett a rétesünk. Ja, nagyon cukik, igen. Magunkat, nagyon szépen köszönjük. Mind a ketten ugyanezt tettük, illetve én mondjuk hajszál hiány ugyanazt tettem, mint Balázs.
Jó, hát néha van ez az bennem, az emberi megtalál, igen. Témánk, mi volt a legdurább dolog, amit ételben találtál? Jobb, mint ha egy pecsőt gyilvakat volna rá. Az egyik nagy rágódra. Nagyon finom, figyelj, nagyon helyesek a csajok, hoztak mindenfélét, úgyhogy hát igen. Híres ez itt igazából a bajai rétes, és már ti voltatok, akik 2 éve is hoztatok nekünk? 2 éve? De cukik vagytok, nagyon szépen köszönjük. Nagyon drágák vagytok, annyi van csak, hogy még mi később dedikálni fogunk, és ne kérjetek olyan fotót, amin mosolygunk. Jó, mert betoltam 2 mákos. Úgy érzem, hogy fogja fel, az most a legjobb barátom lehet. Na, mi van Ferencünkkel? Elrabolták innen a Szent Háromság térről, mert hogy Feri ugye minden nap munkába visz valakit. Viszont úgy hallottam, hogy ma nem Feri vezet. Tehát egészen belemelegedett ebbe a rovatba. Már csak ül az anyós ülésen. Nem is fér el az anyós ülésem. Hát lefektette az ülést hátra. Hogy ne lógjon ki a feje a szélén. Ez neki nagyon fura helyzet lehet. Hogy nem ő vezet? Igen, ő ez a domináns típus. Igen. Szerintem igen. Jó, itt nem. De máshol igen. Halló, Feri! Na mi a helyzet, gyerekek? Az, hogy én vezetek. Te vezetsz is mégis? Nincs jogosítvány a diának. Hát ugye így jártunk. Ja, mert azt az infót kaptam, hogy dia vezet, és te ülsz az anyósülésen, és mutatod, hogy merre kell menni. Nem, sajnos nem, mert nem, nincs neki jogsia. Viszont képzeljétek el, elindítottuk a Klassz FM Facebookján az élő közvetítést, úgynevezett live, állítólag ez azt jelenti, és elkezdtek a pasik udvarolni a diának, pedig be is mondtuk nekik, hogy ne udvaroljanak, mert nagyon erős férje van, és a dia teljesen kész van ettől, hogy ez milyen jó dolog, és kiderült, hogy az ő pasia soha nem mond szépeket neki. Hát férfi az ilyen? Kérdem én. Nem mond szépeket? Nem dicséri? Hát nem, ez nagy, ez nem, nagy. Nem. Ez nagy baj. Mióta vagytok együtt? 8 éve. Hát akkor értem. Aha, hát tartalékol. A következő 8-ra. Igen. Oké, merre megy. Igen, hát ez a pasik természetesnek veszi, pedig azért ezt a nők szeretik. Merre vagytok most, Feri? Itt köröztök a kör? Hát itt vagyunk előttetek, figyeljetek, hívtegetünk. A kinézel szembe, Jani jó felé nézel. Igen, ott vagytok. Itt ez! Komolyan, itt köröztök körbe a téren? Ott nézd egy kicsit jobbra magadnak, jobbra, itt a megyünk. Közep, a kereszteződésre. Azok vagytok ti? Hé, ott vagy! Te jó! Ez elég nyomorúságos, mint hogy itt köröztök. Mint egy Dodge-ben lennénk. Mi az, hogy nyomorúságos? Már egy nagy kört mentünk. Nyomorúságos vagy te! Most szóltam be egyébként egy nagy autósnak, úgyhogy majd megkapod te is. Mert keménykert, az megint lepofoznak, mint a múltkor. Az mondjuk a Kálmán téren, mikor keménykert, kiszálltak, leborítottak előtt, visszaültél, azt nem kell. Igen, de utána meghívtam őket egy italra, és azóta barátok vagyunk. Igen, emlékszem, hogy perget rajtad, hogy megyünk, akkor látom, hogy a körbe álltak és lebrúnyáltak. Jó, nem tudunk visszajönni, sajnos, mert lemegyünk a Petőfi-szigetre. Egy kicsit rossz. Mentő szigetre. Aztán a kizekedés legyen ott ebből, mert nagyon elindultatok olyan lakatlanabb területre, nehogy aztán ott valami. Csúnya dolog történjen azon a szigeten. Nincs térerő, gyere, bébi! Na, mi van? Te nem tudod, hogy mekkora darab pasia van majd, megérkezik ide a Szent Háromság térre. Hogy vezet a Feri egyébként? Jó? Jó sofőr? Nagyon jól vezet, igen. Kényelmes az autó, még nem értem magam veszélybe. Még egy ajándékcsomagot adok. Hogy vezetek? Nagyon királyul. Jó van, akkor hozd vissza valamikor a Ferit azért, jó? Már megyünk kicsit, megfordulunk a kalandparknál, meg a csárdánál, és akkor visszamegyünk, jó? Fölmenne. Mert lefölt, igen, én miért? Azért, hova megyek? Hát most, ha nem tudom haza vinni, érted, az messze van. De ez a rovat a kedvencem. Tegnap elrabolnak, nem találsz vissza, ma lefölmentek itt a Szent Háromság téren, tök jó. De én ezt imádom, nagyon beteg. Kötött pályás autókázás a Morning Show-ban. Igen, minden Ferit rabold el. Igen, csak aztán ad vissza. Jó, elrabolj, bárcsukodra, kivegyünk, hozzunk egy sütit. Jó van, puszi gyertek, csáó. Igyekszünk. Csáó, hello. Csacsogos típus. Igen. És ugye a Feri később indult, és már jött hozzám, hogy nagyon nem viszel a Ferit. Tehát itt nagyon, nagyon nagy. Lehet, hogy a barátja azért nem dicsérte eddig, mert nem jutott a szóhoz mellette, nem? Az elmúlt 8 évben. Nem mindegyik nő mellett könnyű egyébként, igen. Igen. Na megmutatjuk, hogy mi a beugró hármasugrásra? Szerintem ne. Ja, de hát nem keresem, mert ki az, aki játszana hármasugrást? Így van. Nektek mondom, már megvan a játékos. Nem. Választunk még egy játékos, mert hogy lesz hármasugrás játékunk is, és... De most nem kell beugrot mutatnunk, hiszen a helyszínről választunk játékot. Teljesen egyértelmű, az, amit mondasz, az úgy is van. Így van. Gyorsan egy mondat még ugye a pénteki kitelepülésünkről. Mondom a bajaiknak, hogy aki nem regisztrált még az autóért, az regisztráljon.
ott az autó. Ő az. Igen. Épp most készülnek feltörni. Ja, szóval ott áll az autó. Kanyonbarna. Kanyonbarna, így van. Egy Suzuki S-Cross, ezt lehet megnyerni. Valakit ma kiválasztunk, aki jön velünk Pestre, olyanok regisztráljanak, akik majd tudnak jönni Pestre pénteken. Jó? És pénteken ott lesz az 5 napi nyertes, plusz ugye akik SMS küldtek, tehát 6 ember közül dől el, hogy kikapja meg az autót. Először itt kell győzedelmeskedni, most itt ugye Baján, majd pedig pénteken kell, hogy azt a sluszkulcsot kapjátok meg, ami nyitja az autót. 6 órakor indulunk, drága hallgatók, Batthyány tér ez a helyszín. Batthyány. Így van, március 15-e téren állunk majd meg, tehát megyünk a Batthyány és a március 15-e tér között, meg hát amerre kedvünk van a Dunán. És 6 órától érkezési sorrendben lehet majd beszállni a hajóra. Ez egész biztos. Körülbelül 100-150 ember túl, tehát így számoljatok, illetve fönn még van hely, de ott barom ideg van. Hozzatok kabátot, ha nektek jó fönt, és nem fáztok. A március 15-e téren pedig megállunk, ott ahányan kiszállnak, annyian tudnak beszállni. De lehet jönni integetni is. Jó? Ott lesz majd az autó a hajón, ott leszünk mi is, lejátszunk még a játékokat, és aztán valamikor sorsolunk. Tökéletes. Ez egy nagyon jó kis program. Én elmennék, hogyha nem lennék műsorvezető a Klassz FM-en. És hivatalból nem kéne ott lennem. Eljönnél erre a programra? Én rárepülnék minden Suzuki-ra. Jó, hát te még egyébként holnap úszni tanulsz, ne felejtsd el. Ja, tényleg. Az egri macska kövön. Az egri macska kövön neoprém ruhába úszni fogsz tanulni. Na. Meg kell, hogy tanítsunk egyébként. Igen, mit akartam. Viszont, hol van ez a zacskó csili, amiről beszéltünk, és úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk. Egy face to face, egy ki csoda, egy arccal az arcnak verseny. Én abszolút szívesen eltekintek ettől. Tehát, hogy mert elmondta a lány, aki hozta, hogy ne nagyon játszunk vele. Jól vagy, McFly. Nyusz. Jó, hát, hogy ne dugjuk ide-oda, de hogy megehetjük. De nem, te bírod az erőset, tehát ez egy igazságtalan küzdelem lenne. Akkor ki kell hívni valakit a tömegből? Téged? Ne, veled? Na. János, aki egy ilyen szkóbis kállán, egy millió. Jó, nem ér, mert itt valaki egy ilyen Mexikó feliratú poncsóba áll. Egészen konkrétan. Napszöveg hatalmas szobrérő, és egy Mexikó poncsó. Ott azért érzek egy pici előnyt. Nem, hát őt meg kell kérdezni, hogy valóban hozzánk indult el, vagy még a 86-os VB lázában. Igen. Te miért vagy Mexikó poncsóban? Hello, gyere egy picit ide, jó reggel, ciao. Hello. Szia, Palika vagy. Palika! Gyerekek, megvan a főnyelmi. Nagyon jó. Érzem, abszolút érzem. La Palika. La Palika? Igen, Mexikóból jöttem. Mi terhes vagy mi van a... Tessék? Terhes vagyok. Úristen, ez egyre szürális. Istenem. Annyira mindig kiszúrjuk a gyöngyszemeket. De miért? Juanitának az állása jobban fizetett, és inkább te hordod ki a gyereket? Igen. Mit csináltál Mexikóban? Hát, kicsit játszottam. Jézus Mária, én nem akarok többet. Okay. Meg vagyunk. De igen, foci drukker vagy? Azért vagy a Mexikó mehez? Vagy? Tessék? Igen. Kinek drukkolsz? Magyaroknak. Mexikó drukker vagy? Igen, kinek drukkolsz a magyaroknak? Ez megvan. Bírod az erőset? Már nem úgy, hogy nagy erős verés, vagy nem így adok paprikát. Két szó közül az igen, meg a nem. Igen. Jó, lehet. Palikám, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Regisztráltál? Az nagyon fontos. Tessék, itt vagy, regisztráltál? Hol kell regisztrálni? A csajoktól kell, a hostess lányoktól kell kérni. Ott vannak a hostess lányok, tőlük kell kérni egy kis kártyát, töltsd ki. Jó? Van hátul tolmács is. Mexikó-magyar tolmácsot mindig hozunk magunkkal egyébként, igen. A jó kis mexikói VB 1986, emlékszel, János? És azóta ebben a poncsóban? Azóta ebben vagy, tényleg 86 óta? Nagyon bólogat. Imádom. Itt a paprikád, János, csak mondom, hogy megérkezett közben, meghozták a csajok. Jól van, drága hallgatók, ha van friss közlekedési hírete, küldjetek el nekünk, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik jelen pillanatban autóznak, haladnak, úton vannak. Rákóczi híd, Pesti hídfőnél Buda felé 3-as kocs, Norvi, köszi, hogy elküldted, alakul a dugó. Budaörsi úton befelé, a Dajka Gábor utcánál a külső sávban baleset történt, még nincs ott a rendőr, és a forgalom torlódik, a szélvédős felé küldte nekünk, valamint Budakalász M0-ása való felhajtás lehetetlen, mint egyébként minden nap. Köszönjük szépen. 4 perc van pontosan, 9 óra jövünk Ákos híre után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Klassz FM Morning Show nagy őszi roadshow 2016. Élőben Bajáról. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 9 óra után vagyunk.
Pontosan 11 perccel, hello drága magyarok, itt vagyunk, kisütött a nap, jó idő van, hát az időjárás szempontjából tényleg szerencsések vagyunk, mert hogy napról napra egyre melegedik. Kicsit izgultunk, hogy senki ne álljon itt szakadó esőben, és hát tényleg óriási, óriási szerencsénk van. Feri is visszaért, úgyhogy újra hárman vagyunk. M1-esen a 107-es kilométer után Pest felé a külső sávot lezárták, dolgozgatnak, még nincs káosz, ezt Jani mondta. Illetve, hogy hallgatunk, volt ilyen drága, elküldte nekünk, hogy nem találkozott pályazárral az M7-esen, Siófok felé. A 90-es kilométernél, úgyhogy nyugodtan mehettek arra, minden rendben állítólag. Történt egy komoly baleset, Bács-Borsod és hát ékezetek nélkül jöttek, remélem jól mondom, Katymar, vagy Kátymar, vagy Katymár között, nem tudom, mert ékezet nélkül van. Az 55-ös főúton a kisszállási körforgalomnál van egy trafink, ezt Melinda küldte nekünk, valamint Eger, Almári egyenes, szintén trafi, úgyhogy ott is vigyázzatok. A Hegyei úton kifelé van egy elütött róka, szerintem, Peti, köszi, hogy elküldted, illetve írt egy hallgató, aki nem regisztrált, az ő baja. Nagyon szépen köszönjük ezt az SMS-t. Hello Feri, visszajöttél? Hello, na mi újság van? Hát figyeljetek, dupla extrázás volt, egyrészt ugye körbementünk Baján, gyönyörű, kimentünk a szigetre, az is gyönyörű, ott egy részre nem emlékszünk vissza, mert azt nem szabad. Visszajöttünk, és utána, még mielőtt leparkoltunk volna, beugrott még egy csaj a kocsiba. Azt mondta, hogy ott vagy életke. És hát az van, hogy ezt ugye a Klassz FM Facebook oldalán közvetítjük, és megőrültek a nőkért. Amit mondtam, hogy milyen érdekes, hogy ugye Diának is hát a párja nem nagyon csapja a szelet, viszont az internet népe az aztán adott nekik. Úgyhogy tényleg mindenkinek köszönjük szépen, aki visszaállította a hölgyek önbizalmát, hogyha baj volt vele. Kérdezi egy hallgató, Futikának hívják, kérdezzétek már meg, légy szíves Felit, hogy milyen érzés végre autóban ülni. Nagyon jó szponzor autó, tehát nagyon szeretjük. Figyelj, te tényleg promózod az oldalamat, te rohadék, itt írják, hogy nézzek már rá. Te szemét vagy. Vicces, napi hogy... három posztot kiteszek az enyémre. Hogy nézze már meg az oldaladat, mert te folyamatosan promózod az enyémet. Én mondom, hogy új videótartalom van, gyerekek, állandóan kiteszem a izéképedet, a profilképedet, ugye a kinyújtott ujjadat, meg a boros üveget, hogy gyerekek, csak ez kell. Hát én nagyon benne vagyok. Én most például az nem van, hogy megyünk együtt a Janival, élő videó közvetítést csinálunk nálam arról, hogy hogyan tudjunk korteskedni még melletted. Akkor, na, azt megnézem majd. Ha viccesz? Vagyok. Jó, egyébként lassan 100 000-en vagyunk, az a durva. Tehát, hogy még sanszotok van erre a 250-re. Én kicsit azt hittem, hogy jobban belassul, de tegnap egy-két videónk azért elérte a kellő hatást, úgyhogy 95-96 000-nél vagyunk. Szűk az idő, szűkül, tehát azért bele kell még húznotok. Most írtak a hallgatók, hogy te rommá promózod az oldalt. Én nyomom, ez mint az állat. Most akarok fizetett hirdetést venni neked. Vicces! Meg lesz, kerül, amiben kerül, gyerekek, egy havi lóvémat dobom rá, akkor is meg lesz a 250 ezer. Ezt ki kellett volna kötni, hogy ilyeneket nem lehet csinálni. Mi? Ez akkor eszembe se jutott, amikor a fogadásba belementem. Miért ne? Hát az egy teljesen korrekt dolog, érted? A kis pénzért megpromózzuk az oldalt, aztán hadd szóljon. És hát azt elmondom a hallgatóknak, akik még esetleg nem tudják és nem csatlakoztak, hogy azért is érdemes az oficiál Facebook oldalra a Sebestyén Balázsra csatlakozni, mert tegnap ez a két rohadék csinált egy videót a budi előtt. Van hátul egy tojtojunk, hogy mintha én lennék benne, de utána én megszereztem a Balázs telefonját, és egy még nagyobb rohadékságot visszaüzentem neki. Szerintem Feri egy kellőképpen revans jellegű videóba vágott vissza. Én nagyon jól szórakoztam. erős, de hát ez van. Hát ha az ember megtalálja, akkor valahogy vissza kell vágni. Amilyen az agyisten, olyan a fogadjisten. Nagyon rögtem, nagyon beteg az egész. Te lájkoltad már a Balázsról? Igen, persze. Na, és ki az, aki még nem? Tényleg? De miért lájkolod? Hát az a lényeg, hogy ha szeretsz, akkor nem lájkolod. Hát én Facebook ellen vagyok, és azt akarom, hogy ne legyen meg a 250 ezer. Ne lájkold. Írtam egy posztot, de hogy olvassatok, járjatok színházba, vagy játszatok a gyereken, ne lájkoljatok az oldalt. Csinálják azt is, csak tudod, a Facebookon keresztül tájékozódok, hogy melyik színházba menjenek. Színház előtt lájkolás. Te, aki nem lájkoltad a Balást, hagyd el a helyszínt. Te vagy bárkinek is mondd a felé, te vagy az élemény. Köszönöm szépen. Na, jött egy kis ovis csoport, olyan helyesek, itt állnak, egy ilyen kis transzparens... Ők az uncsitesóim. Ennyien vannak? Igen, 70-esek. Nem mondtad, hogy ennyien vannak. De kik honnan jöttek? Balázs, Feri, Jani, az álom csapat Morning Show-ra oviba járni örök élmény marad, ez van az egyik nagy transzparensen, van egy tehenünk, a másik pedig, ezt nektek köszönhetjük, Morning Show 2015. Mit csináltunk, Ovó néni?
Hát nem emlékeztek rá. Itt voltatok tavaly, és a Polifarmnak az akciós játékán nyertünk az egész óvodára megfelelő mennyiségű festéket, amiből az egész óvodát ki tudtuk festetni. Az egész óvit sikerült kifesteni? Bizony. De jó. De ott volt valami díl, ugye, hogy nem adtunk volna eredetileg annyit, de csak kiderült, hogy óvi vagytok, és ugye a Polifarm rögtön jött, hogy akkor viszont adnának elég festéket. Igen, meg hát annyira ügyesek voltak a gyerekek és az óvonénik, hogy így akkor megszántatok bennünket, és köszönetképpen jöttünk ma el. De aranyosak vagyok. Itt van az összes terem lefényképezve, ugye az óvodai termek zöldben, narancsban, sárgában. Nagyon jól néz ki, itt közben a srácok mutatják, hogy ez az enyém, ez a tiétek, tök jó. De jó fej volt a festékgyár, remélem a Margit kórháznak is majd annak, amikor legközelebb kérünk. Na, így is menjünk tovább. Nagyon jó ötlet volt ezt mondani. van gyerek, aki beszél? Csak halljunk egy édes gyerek hangot? Hogy tetszik szívem az új óvoda, hogy ki van festve? Nagyon jól. Nagyon jó, ti választhattatok színt? Igen. Te mondtad meg, hogy zöld legyen? Nem. Ja, jól van, értem. Helyesek. Jól van, köszönjük, hogy jöttetek. Ügyes voltál. Olyan cukik vagy, nagyon szépen köszönjük. Köszi, csáó, puszi nektek. Igen, igen, figyelünk. Csak a fejést is gyakoroltuk, ezért van itt ez a tehén. És nálunk van egy kisfiú, illetve egy kislány, aki beöltözött fejős menyecskének és fejős paraszbácsinak. Az a baj, hogy picit a fejős játékról lecsúsztatok, mert hogy már szemben volt. Nem baj, mi gyakoroltunk. De a Feri minden nap beöltözik fejős paraszbácsinak. Én csak paraszbácsinak, sőt, azt le sem veszem, tudod? De büszke vagyok rá. Nagyon jó. Figyelj, azért elég menő, csak mondom a kisrácon, ugye a parasztbácsi szett az egy Lamborghini-s ruha. Az egy klasszikus, klasszikus magyar népviselet. Igen, de gyár traktort is. Tehát, az biztos, hogy, és jó traktor. És jó traktor, úgyhogy ezért aztán egy kicsit szerintem túlmutat az átlag magyar gazdán ez a Lamborghini szett, de nem baj az. És a karton tehénnek a van még gumikesztyű tőnye is. Itt van, kicsit ez mondjuk beszáradt a tej, de... Ne, nyilván nem az van benne. Köszönjük szépen, nagyon örülünk, nagyon hogy segítettünk. Nagyon helyesek vagytok, köszi szépen. Azért az elmúlt 7 évünket, ez szerintem, aki figyelt bennünket, az azért elég komolyan jellemezte, csak mi nem nagyon szoktunk ezzel büszkélkedni, ha kell, akkor ott vagyunk, megtesszük, úgyhogy nagyon így szívesen. Így van, mert mindenki előszeretettél ér a büntetésekre, meg stb. De arról ezekről azért az újságokban keveset lehet olvasni. Igen, tényleg drágák vagytok, köszi, köszi, hogy jöttetek. Mi van? Még van egy kérdés. Van. Várjál, az hátul van a csatakiáltás? Elől a fejük, hátul a csatárok. Várjál, hazajövök, vagy visszajövök. Na, engedjétek az óriást. Jövök. Nem, és nem félnek. Ha mit csináljak még? Mert már megvannak fagyva a rémülettől. Megvannak dermedve. Balázs, Feri, Jani, az csapat, Moni, Sóra, köszönjük! De cukik vagytok, köszönjük! Nagy tapsok vagytok, köszi! Cukik! Köszönjük szépen! Puszi nektek, köszi, hogy jöttetek! Ciao, hello, hello! Na, találtunk egy érdekes cikket, még itt végezhetünk egy rövid kis közvélemény kutatást, mert hogy egy bizonyos társkereső honlap több nemzetközi társoldallal együttműködve 8725 európai oldal és 855 magyar magyar oldallal egyedülálló férfiakat és nőket kérdezett meg arról, hogy nekik mi a személyes favoritjuk becenévben. És az alábbi listában a voksoló országok egyedülállóinak kedvencei láthatók, vagyis összeszedte ez az oldal, hogy mely országokban melyek a legnépszerűbb becenevek. De ahogy saját magad, tehát ahogy magadat... te szólítod, vagy szólítanád a párodat. Szólítanád a párodat. Magyarország is szűrve volt? Magyarország is szűrve volt, igen, és hát ilyen teljesen közhelyes becenevek jöttek egyébként ki. A norvégok például a Kjáre szót mondogatják. Te Kjáre, te kedvesem. A dánoknál kijött a skat, vagyis a kincs, a briteknél a darling, ugye a kedvesem. Magyaroknál lettem a béka. Így van, átvették. Cseheknél a milácsek, mint a szívem. A spanyoloknál a spalika, tudnám, én itt volt az előbb. Itt van még, itt van mellettem. Ott... Palika, szia Palika! Palika egy mexikói mezben áll mellett. Továbbra is, igen. A magyaroknál pedig a cica jött ki. Na most tegye föl az a kezét, aki ennél egy kicsit ötletesebb módon szólítja a kedvesét. Tehát van valami egyénre szabott becenév, vagy valamiféle kreativitás, amit tartalmaz az ő párjának beceneve, mert nem hiszem el, hogy ennyire közhelyesek a magyarok, hogy mindenki cicának szólítja, vagy ez a legnépszerűbb. Hello, cica! Hello! Ugye? Akkor ciao. Most már így. Hogy hívnak? Hello! Andi vagyok. Andi, mióta van pacsin? Hú, hát olyan 6 éve. De többnek tűnt, ahogy sohajtottál egyet. 4 és 8 között nem tudom. Igen. És hogy szólítod, vagy ő hogy szólít téged? Mondj valamit, ami ennél a cicánál egy kicsit eltérő, vagy hát, kevésbé közhelyesebb. Én őt pitypangnyuszi. Pitypangnyuszi? És amikor ő a barátaival van, vagy a haverjával, akkor is? Akkor is így szólítod? Igen. És ő ez mit szól?
Elfogadta. És miről kapta, vagy hogy kapta? Csak úgy. Pitypang nyuszi. Én megbolondulnék, ha a feleségem így hívna. Pitypang nyuszi, hozd már ide a nem tudom micsodámat. De miért lett pitypang nyuszi? Így rá belefújsz a hajába, és akkor így repkednek össze-vissza a tincse a szélben, mint a pitypang. Vagy olyan sejmes, mint a nyuszi. Igen, vagy akkorák a fogai elől, vagy nem tudom, valami. Vagy, hát. Ő hogy szólít téged? Magyaró. Tehát Pitypang Nyuszi és Magyaró megy hétvégén kirándulni. Ez egy komoly. Pitypang Nyuszi és Magyaró. Ez cuki. De egyébként ez cuki, sokkal jobb egyébként még egy ilyen is, mint egy ilyen nagyon közhelyes cica. Nem? Az tényleg baromi közhelyes. Fel a kezeket, ki az, aki még becézgeti a barátját vagy a barátnőjét? Na igen. Mindenki vagy cicának hívja, vagy se. Hogy hello! Sziasztok! Ja, de jó kedved van. Hát igen. Nálunk elég érdekes, mert mi rondácskázzuk egymást, úgyhogy. Rondácska? Igen. Tényleg, ez a becenevet, hogy rondácska. Aha, igen. De miért? Hát ez csak így jött, ez a csúnya ronda buta, és akkor ez lett a rondácska. Az a lényeg, hogy ez jó. Építsétek egymást az a párkapcsolat jelenleg, az fontos. Csúnya ronda, te meg buta, hívjuk így egymást. És hogy ott egy aranyosan odamész, hogy a rondácska, gyere ide. Nem megyek oda, szólok neki, hogy jöjjön oda. Értem. És hogy becézed az igazi rondácskáját? Kis rondácska. És te ő rondácskának hív, vagy te hívod őt? Tehát mind a ketten egymást rondácskának hívja. De ez is lehet cuki mondani, hogy rondácskám, gyere ide. Tehát, hogy ez, igen. De ez helyes egyébként. Ez gondolom másoknak is fura, nem csak nekünk, nem? Hát igen, hülyén néznek, de hát mi már megszoktuk, úgyhogy. Igen, mondjuk ez egy nagy tömegben, azért ezt így hangosan mondogatni, az kemény. Mióta vagytok együtt? 15 éve. Atya, úristen, mi a titok? Mondd el nekem. Nem tudom. Megértés, mi? Sokat van külföldön. Hát így könnyű. A sok az mit jelent? Mennyit van külföldön? Hát most 10 hónapot volt, egy pár hónapot itthon van, akkor az egy kihagyás, vagy mit tudom én, tehát ilyen időközönként van. Külföldön ül börtönben, vagy miért? Ja, lehet, igen. Mit csinál, hol dolgozik? Most Magyarországon, de egyébként Svédországban volt. Svédországban. Mm-hmm. És akkor ilyenkor távkapcsolatban vagytok? Vagy ilyenkor persze, mi van? Igen. Naponta 100 telefon, meg ilyen apróságok. Ez 10 hónap alatt azért az erős lehet. És bírja az ember a távolságot? Hát nem, azért jön sokszor haza. Maradna, csak te hazajönni. Kis rondácska, hogy bírja, ugye ez a kérdés? Aha. Igen, nem miattam, hanem a gyerekek miatt végül is inkább szerintem. Ja, a gyerek. De szép. 15 év után már lemondás van. 15 év után már nem miattam, a gyerekek. Miatt. És akkor ül az internet előtt ott Svédországban valahol, és hetente háromszor beüti, hogy rondácskalive.com, nyom egy entert, és ott vagy. Nem, Viberen szoktunk. Na jó. Hát az csak ott viszonylag rövidek a videó. Nem videózunk. De ez imádom, hogy rondácskának hívjátok egymást, ez nagyon cuki. Jól van, ki az, aki még különleges becenében szólítja a kedvesét? Tessék, itt jelentkezik egy lány jobbra. Mindenki egyébként cica a kedvesem, aranyom, életem, ezek nagyon közhelyes. A baba még nagyon népszerű volt egyébként. Szia, hogy hívnál? Hát, Anett. Anett, hello Anett. Hát mi a párommal egymást Tokamacinak hívjuk. Papamaci? Tokamaci. Először azt hittem, hogy tényleg azt hallom, amit mondod. De nem azért, mert kövérek vagyunk, vagy valamit. Csak szeretjük a tokaszalonnát. Csak mindenkinek van egy kis tokája. Tokamaci, aranyos. Így is van egy-két intip dolog is, amit a becenevek között. Egyet mondjál már, hát alig hallja valaki. Nincs az, mint amikor az ember kiadja a pályát egy rádió műsorban. Hát néha azt szoktam mondani, hogy Duci-punci. Duci-punci, de szép! Hát miért nem a bajajokat kérdezték meg ebben a közvéleménykutatásban? Hogy hívják? Tokácska, és még Duci-punci. Nagyon aranyos. Fitpang Nyuszi. Írjuk be a franciák és a spanyolok mellé, hogy a magyarok Duci-puncinak. Nagyon bírom, hogy ilyenbe vállalósak vagytok. Komolyan a bajaik is. Ez aranyos. Kreatívak vagyunk. És te hogy becézed őt? Hát... Duci kuki. Hurkafarkú. Én csak szerelmem vagy szívem, ennyi. Szerelmem. Mondja Duci punci, már hogy jó. Duci punci nagyon jó. Az nagyon óriási. Rondácska, Duci punci, Tokácska, hát jönnek azért itt ez a jó. Ez nagyon jó. Jó, nem tudunk-e még magasabbra menni? Nakinek van szülinapja ma Duci punci? Mit kap az én énecski Duci punci? Atya úristen, de beteg. Na jól van, oké, hát én imádom ezt a dolgot. Oké, köszönjük szépen, drága Bajéja. Ki az, akit kiválasztottunk hármasugrás játékra, fáradjon be hozzánk. Jöjjön! Egyre modorosabb vagy, basszus, hogy ez a kitelepülés telik. Nem, a Duci-punci megviselt. Sok dolgot hallottam már, de ez még engem is meglepett, pedig túl vagyok 1300 Balázsról.
Nagyon helyes, duci punci. Na! Ő nem duci punci, téged hogy szólít a barátod? Kapcsuk ki a szó, hello, jó reggelt! Koszos malacnak. Koszos malac! Hogy szólít? Hogy szólít? Koszos malac. Jézus Mária, mi van veletek, drága bajaiak? Komolyan mondom, mi történik ebben a műsorban? És utána azonnal disznókodtok, mikor így szólít? Azt a minden. Nem, nem minden. Ennek van húzás, koszos malac. Képzelt a duci punci és koszos malac találkozva. Tehát abból milyen beszélgetés lesz. És ott van valahol rondácska háttérben. Már veledetek is ártányot feltúrja a határt. Mi az igazi neved? Mi az igaz? Szabó Vivien vagyok. Vivi, szereted? Igen. Vivi, mit csinálsz? Honnan jöttél? Várjál, bocsánat. Bajai vagyok. Melyiket szereted jobban, mert úgy hívunk? A koszos malacot vagy a Vivit? A Vivit. Vivit jobban szereted. Bajai vagy? Igen, bajai vagyok. És mivel foglalkozom? Én óvónéni leszek. Jó. Kezekben marad az ifjúság. Hát le a kalappal előttetek, komolyan mondom. Azért az egy nagy meló. Tényleg, én látom az óvónénikát, hogy ők mik melóznak azért, nem? 20 vadidegen gyerekkel, mert hogy a tiéd még csak-csak kiáltozik, azt még elviseled, de 20 vadidegen, nem? Hát az a sok ugyan? Fáradt kedvetlen biztos akarod, arcán, Vivi? Igen, biztos akarom. De igen, is, Balázs, megint mi. Már megint mi a probléma, kedves Balázs? De nem, le a kalappal, tényleg. Ja nem, hát csodálatos munkát végeznek. Nagyon fontos, igen. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy annyira könnyű kérdésről raktam össze, hogy hihetetlen. Vajon duci punci is tudná? Persze, és koszos malac is. Oké, na figyelj, Vivi, kialakította a Szomszédok című tévésorozatban Magenheim Ádámot. Szegény. Hát most tényleg Vivi 20 éves, és ezt kérdezzük most mit csináljunk? Hát tényleg, te nem is láttál Szomszédokat, hát nagyon, nem? Mi az? Nem. Nem is tudod, mi az? De tényleg, tudom, de hogy nem. De nem láttál, láttam, nem. Nem láttál egy darabot se soha? Hát néha bele-bele néztem az ismétlésekbe, de így pozdulom. Van egy generáció, aki már úgy nőtt föl, hogy nem már tudják, nem tudja, ki az, hogy Magenheim doktor. Magenheim doki. Meg hogy Jameson Eden. Figyelj, mostanában lehetett hallani a művész úrról egy szobrokból kifolyólag, de hál' Istennek már túl van rajta, és már gyógyuló félben van, már fel is lépett egy színházban. Így van, egy szegény, ez kicsit ráégett közben. Hát, Kulka János. Kulka János, hát közben gyerekek, ez egyik legnagyobb színészünk. Szóval így van, tehát ez a jó egyébként, ez a jó egyébként, hogy koszos már, illetve, bocsánat, Vivi már nem azzal a szereppel azonosította, szóval szerintem ennek Kulka János örül. Abszolút, persze, akkor fontos volt, de hát nyilván azóta szabadulna, és hát óriási színészről van szó. Oké, mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Hány érmet szereztek a magyar sportolók a riói olimpiára? Ki az Isten tudja ezt fejből járni? Senki nem tudja. Milyen könyörtelen kérdés. Amíg tudod az aranyag számát, amíg tudod az ezüstet is fejből, tudod a bronzot is, és még össze is tudod adni. Ki az Isten tudja ezt? Duci Punci nem mondta, tényleg nem utogassuk. Ajaj, Duci Punci jelentkezik. Így van. Óriási, nagyon nagy. Toljunk oda egy mikrofont. Másuknak. 17-et? Nem, az egy kicsit jobban kéne szájra olvasni. Gyere, lejjebb egy kicsit. 10-nél több és 16-nál kevesebb. Már nem úgy lejjebb, és lejjebb jött, imádom. Mondom neki 17, mert gyere lejjebb, és Vivi legugolt egy picit. Nem így lejjebb, tehát hogy a számban lejjebb egy kicsit. 16, nem annál több azért. 10, nem 6, hanem... Igen! Ott a válasz! Na, jó van. Picit hangosan gondoltottál, tehát most... Nem baj. Jó van, engedékenyek vagyunk. Nekifussunk a harmadiknak? Tényleg, mi legyen? Egyébként komoly tétje nincs, mert úgyis kapsz ajándékcsomagot. Ezt mindig megkérdezzük, aztán mindenkinek adunk át. Bevállalom, ki volt. Bevállalom, már itt vagyok. Persze, ki volt Brunswick Teréz? Na most ezt nem tudod. Na most mi van, nem? Mi bajod ezzel a kérdéssel, amit ide írtál? Most mi csinálsz? Ne kezdjél keresgélni. Én azt hittem, hogy ez így leszel. Igen. Brunswick Teréz, hát mi fűződik az ő nevéhez? Akkor mondd el ezt, én már segítettem ezzel. Figyelj, János rácsatlakozom, mert nem ez volt ide írva, de nem baj. Koszos malac. Te kis koszos malac. Így van. Most tényleg. Azt hittem, hogy ezt így mondod, hogy így. De tudta, mondta. Az óvoda megalapítás, az első óvoda, így van. Miután kint gyakorlatilag, mint egy akváriumban néznénk be, mert mindenki... Tátog, rettenet. Tényleg, 300 ember tátogott itt a bajai üvegstúdió előtt. Jól van. Így van. Brunswick Teréz, hát az óvoda. Így van, az első magyar óvoda megalapítása. Be fog hívni az osztályfőnököt. Hát így megbocsátják szerintem, hogy lógtam egy kicsit. Tényleg, mi volt az óra? Egészségtanról jöttem most el. Egészségtan? Igen, most pedig majd ének lesz. De mi ti tanultok énekelni, hogy aztán meg tudjátok tanítani a gyerekeket? Kiskacsa, fürdik, boci tarka. Így van. Le a kalappa. Oké, puszi. Vivi, nagyon köszi, ciao. Köszönöm szépen. Ott az ajándékcsomagod, adjuk szia, is neked, jó? Szia, köszönöm, Duci Puncinak. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát, milyen kár, hogy azért ezek a nemzetközi társoldalak nem baj, a bajaiakat kérdezték, nem? Uh-huh. A becenevekről.
Úristen, nagyon jók jöttek. De most lehet, hogy idiomatot csináltunk vele. Hogy ne cicának, hogy kedvesebbek. Hogy ezek a nevek, igen. Igen, fél tíz múlt. Pontosan egy perccel, mindjárt jövünk vissza, és sorsoljuk, hogy a bajaiak közül ki az, aki biztosan ott lesz velünk a hajón pénteken, mert hogy egy valakinek nem sokára kihúzzuk a nevét, ő pedig jöhet velünk pénteken hajózni, sőt, az is lehet, hogy ő lesz az, aki megnyeri ezt a gyönyörű szép kis S-Cross-t, ami itt áll az üvegstúdió mellett, úgyhogy jövünk a sorsolással és a nap legjobb pillanataival mindjárt. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel. Hello, mindenkire gyerekek jöttek az üvegstúdió másik oldalára. Hello. Mit eszel? Fagyi? Tej? Joghurt? Valami joghurt, vagy valami új, olyan vagy ahhoz hasonló állagú készítmény, igen. Na, hát Laca írja, hogy koszos malac lelépett az egészségtanról, nem is értem. nagyon jó esemesek jönnek. Csak egyébként mondom, hogy a mi Robertánk jelenleg azt mondja, hogy pontosan a Mizo Robertája 1094 like-nál tart már az Instagramon, és nézem a Facebookot is, hát azért ott is összeszedett magának egy olyan cirka 1300 rajongót eddig. Mizó lányok, nagyon, nagyon népszerűek, így van. Mutatjuk a nap a legjobb pillanatait, hogy miről volt szó ma reggel. Rájöttünk arra, hogy Jani nem tud úszni, nagy a baj. Úgyhogy megbeszéltük, holnap úszni tanítjuk, hogy péntekre már úgy érkezzen a hajóra, hogy kiváló úszó. Holnap Egerben fogjuk egyébként ezt majd a téren gyakorolni vele. Egyszer leesett, hogy ő nem tud úszni. Így van, meg kell oldani, gyerekek, víz nincs, de hát azért valamit ki tudunk találni, nem? Tehát, hogy ez nem ciki szerintem az Egri főtéren végig kúszni hason. Hát, dehogy is. Mindent a kedves egriekért. Csak, hogy jól szórakozanak. Úgyhogy kitaláltuk, János, úszni tanítjuk holnap. Valamint egy nagyon érdekes horoszkópra bukkantunk, az interneten úgy terjedt, hogy Csernus horoszkóp. Nyilván nem ő írta értelemszerűen, viszont rettenetesen szórakoztató, hát kendőzetlenül, szemtelenül mondja el, hogy mit gondol egy-egy csillagjegyről, vagy a csillagjegy képviselőiről. Mondjuk ki full primitív. Tehát igen, rettenetesen primitív, ugyanakkor nagyon szórakoztató volt egy kis íromány, úgyhogy ebből is csemegésztünk, és most ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:40 múlt pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek! Itt vagyunk, drága hallgatók, és hát lassan ugye elbúcsúzunk tőletek. Szorgosak vagyunk, mint a méhecskék, repkedünk az egész országban. Igen. Egyik városról a másikra. Mindenkit beporozunk. Baja Eger az... Szóljál közelebb. Az Pest és M3-as? Vagy hogy hát M6-osra átmegyünk. Föl, M0, M3 föl. Igen. Zseni. Egy rövid 3-3 és fél óra lesz, de repül az idő. Meghallgatod az összes vár történetét. Nem, most hátradőlök. Most aludni fogok biztos átsülésen. Igen, ha lesz hely. A francot. Szóval nem. Szórakoztassál, mondjál vicceseket végig, hogy ne aludjak el. De legalább autópályán fogunk. Persze, annál unalmasabb dolog egyébként is, de tök jó halad az ember. Sokkal jobb, mikor nem autópályán, ez imádom. Így, én is. Itt a kis utak keresztül is, a Kaposvárról, mindenhonnan ide Bajára, sokkal jobb, hát nem haladsz úgy nyilván, viszont nem alszol el. Igen, de hiányozni fog Baja mindenképpen. Főleg úgy, hogy reggel úgy nyitottunk, hogy egy hölgy idejött hozzám, és azt mondta, hogy a lányának kell az autogramkártya, és azt üzeni a lánya, hogy ha itt lenne, akkor a bal mellére kérni. És miért nem jött? Nem tudom. De ne. Hát eddig fölháborító. Ezt mondta az anyukája, mondta? Igen. Az anyukája mondta saját lányáról? Igen, a lánya azt üzeni. Igen. Ja, hogy nem tud eljönni, de azt jön, hogy itt lenne a bal mellé. Jézus atya. Vagy hol lehet a lány? Hát jó, ez mint a kérdés. Ha a fia üzente volna, nem? Mondjuk egyébként, igen, az is. Na! Összegyűltek a regisztrációs kártyák? Össze, így van. Vissza. Igen, húzok én. Még én nem húztam még soha. Ne húzzál már. Hát ez nem... Hadd húzzon de már. Hadd húzzon ő. Megint egy Sebestyén, nem volt elég hét? Azt nem, egyébként nem húztam. Nem húzott. Na, így akkor... van, igen. Mit jön, mit emelgetem? Felemelem, hogy lássák, hogy nem kamu. Ja? Jézus, de tedd le, Jézus, várj, hogy kijönnek. Tedd le nyugodtan. Sajnos minden érvénytelen, úgyhogy aki szeretne érni, újra töltse ki a lapot. Jó. Na figyeljetek. Itt van mindenki, aki töltött. Jó, itt vagy? Most, hogy, aki ne, várjuk meg őket. Igen, aki nincs itt, az jöjjön, még várunk 3 percet. Na kérem szépen. Atyaisten, de rondán ír. Te jó Isten. Azt keressük Molnár Violát. Áó, Viola, hol vagy? Molnár Viola, legyen szíves jönni.
dusnok? Van ilyen dusnok? Ott van a mi violánk! Viola! Hello! Hogy tapsol mindenki? Hogy örülnek? Érted, hogy nem ők azok, hanem te vagy az Viola! Remélem jól olvasom. Gyere, annyira nem tudok jól olvasni. Dusnok? Van ilyen? Hello! Dusnoki? Igen, dusnoki vagyok. Viola, van ilyen? Hello, Viola! Szia! Milyen szép neved van. Tegnap voltak ilyen nagyon érdekes keresztneveink, de akkor ma is. Viola, mesélj egy kicsit magadról. Hány éves vagy, mit csinálsz, honnan jöttél? 23 éves vagyok, most költöztem vissza Magyarországra néhány hete, úgyhogy most élvezem a nyarat. Hazahozott a kormány? Igen. Hát volt ilyen program, nem? Ez a Gyere Haza. Igen. Ez a Gyere Haza magyar program volt. És honnan jöttél? Vagy hol voltál eddig? Skóciában voltam eddig. Skóciában, ott dolgoztál? Ott éltél? És hogy hazajöttél? Általában sajnos most tőlünk inkább kimennek, kevesebben jönnek vissza. Mi volt az oka? Honvágy, kicsit. Ah, igen, tudom. Igen, még fiatal vagyok, úgyhogy úgy gondoltam, megpróbálom itthon is, milyen az élet. Mit csináltál odakint? Én vendéglátásban dolgoztam. Vendéglátás. És most van munkát, sikerült elhelyezkedni? Még egy kicsit élvezem az életet, majd idővel keresek valamit, úgyhogy. És spóroltál annyit, hogy most egy kicsit tudsz pihenni? Igen. Egy 5-10 évet el lesz, tudod, a skót fizetés. Na figyelj, Viola, fontos, hogy ráérsz-e pénteken? Ráérek. Ráérsz? Rá. Jó. Ott van mögötted az a gyönyörű szép kanyonbarna kis S-Cross. Lehetőséged lesz akkor megnyerni. A többi potenciális nyertessel együtt álltok majd az autó mellett, és valakinek a sluszkulcsa nyitja az autót. Jó? Jó. Bírod a hullámokat? A vad hullámokat, a mélyvizet, és persze, mit mondjam? Minden. Ez minden lesz. Ez minden lesz. A vad hullámokat, a mélyvizet. Tök sima lesz a Duna, igen, és egyáltalán nem mély. A tarajos cunami. Szeretsz-e hajózni, tényleg? Igen. Igen. Jó, akkor jössz velünk pénteken hajózni. Jó, rendben. Jó? Jó. Autód, akkor nincs még megint autód. Nincsen, még nincsen. Na, hát akkor jó helyre menne. Jó helyre menne. Ez egy gyönyörű autó, addigra eltüntetjük majd róla egy jó fényező, azt az enyémé feliratot, amit valaki belekarcolt. Jó, rendben. Igen. Jól van, Viola, örülünk, köszönjük szépen. Én akkor pénteken köszönöm. Találkozunk. Rendben. Jó? Puszi neked, köszönöm szépen. Ciao, hello. A részleteket. Drága bajaiak, hát nem elkeseredni, igen, nem elkeseredni, mert hogy hát egy csomóan nem nyertetek, de ez egy igazságtalan dolog abból a szempontból, hogy egy valaki örül, aztán a többiek nem, de hát ez ilyen. Nem, bárcsak mindenkinek tudnánk autót adni. Nem? Meg ott van még az SMS is. Így van, még ott van az SMS. Így simán van. Lehet, hogy egy bajai lesz, akár. Bizonyám, mert hogy ha küldtök SMS-t, a Suzuki szócskát, nem bonyolult, nagyon jók jöttek tegnap, a Suzukai volt a legjobb egyébként, a Suzukával, A-val pontos éven nagyon szeretik, Suzukai, ezt valaki elküldte, akkor még csütörtökön választunk majd az SMS beküldők közül is egy hallgatót, így tehát bárki, bárhol hallgat bennünket az országban, ugyanolyan esélye lehet, mintha eljön egy kitelepülésünkre a helyszíre. Jó, úgyhogy küldjetek akkor bőszen SMS-eket nekünk. És most egy picit húzod, hogy a közelebben Feri szeretne stage dive-ing volna. Így van, gyertek, nézd meg, látod, nem is mozdult. Egyik kitelepülésünkön. De nem, korábban egy koncerten, úgyhogy picit szellősebben voltak, és beestem közéjük. Tehát így tudod, így finoman, hogy mindenki még fiatal voltam, bátor, merész, azt gondoltam, hogy a rocker társai megfogják a 60 kilós testemet, de nem így történt, hanem mindenki egy nagyon picit, így egy ilyen 20 centit így félre lépett, és ilyen vállakba kapaszkodva így próbálta. Ez megint annyira te vagy. Kapjatok ezt, és divingolok, és mindenki kicsit arrébb állt, hogy... Csak a Úristen, de suta vagy. Na jól van. Oké. Drága bajaiak, hát akkor elköszönünk tőletek. Köszönjük szépen, hogy megint ilyen kedvesek voltatok hozzánk, mert nagyon sokan kijöttetek. Legközelebb is legyetek velünk kedvesek. Így van egy. Hát a proféta szóljon belőled, Ferenc. A proféta szóljon belőled. Így próbálkozunk. Van. Reméljük, hogy tudunk jönni jó. Mi azért bízunk nyilván az egész rádióval a folytatásban. Vezetőségünk is ezen van, dolgoznak, mindent megtesznek. Természetesen. Úgyhogy bízunk benne akkor, hogy lesz folytatás. Köszönjük jó? szépen a támogatóinknak, köszönjük szépen a polgármester úrnak. Mit nyalsz? Nem nagyon kell nyalni a csomagot. Nagyon vártuk a leugrás. Nagyon aranyos volt. Ja, igen, akkor köszönjük. Nagyon finom. Balázs külön köszöni a borokat. Így van. Megissza holnapig az egy karton, tehát egriek lehet hozni megint. Persze, persze. Egy karton a félfogamra se elég. Persze. Hajne, persze. Egy én vagyok az időt alkoholista. Jó lesz az ma nyakolva. Valaki itt bekiabált még. És a lájkokat nem. Lájkoljatok! Nem! Igen! Aki profi, az csinál magának egy kamu profilt, és onnan is lájkol, tudod? Tehát, hogy... Te ilyen tippeket adsz. Hogy a felébe ne? Tegnap 87 ezerről 95 ezerre ugrott. Nem véletlen az, ma megtoljuk pénzzel is a hirdetés. Ez akkor a személy. Csak mondom, hogy közben ő is nő. Mármint az ő like száma is nő. Én már meg vagyok, én már régen meg vagyok. Én nekem már nagyon jó de év. De adjátok vissza azokat akkor. Azokat adjátok oda a Balázsnak. Igen, de kampányol nekem a rohadék. Igen. Persze. Vagy meg lesz a 250. Exkluzív tartalmak, izgalmas videók. Ezt az oldalát kell nézni. Balázs.
Igen. Aki velem van, nem lájkolja az oldalt. Hívjuk a naphallgatóját, jó, gyorsan, ha mondja, hogy morning show, akkor kap egy ajándékcsomagot. Ez, ki ez a tablet? Megtartatod. Nem, odaad be valakinek. Ja? Még úgy utolsó ajánlom. Biztos, hogy nem az enyém, úgyhogy bárkié lehet. Ez drága, ez nem a tiéd. Na. Morning show. Bizony, jó reggelt, hello. Hát a bajai, akit élőben tapsolnak neked, látod, ilyen drágák. Hogy hívna? Norbert vagyok. Norbert, hol hallgatsz minket, Norbi? Pécsem. Kicsit nem akarsz velünk beszélgetni? Aha. Nem, segítség. Csak valamit, hogy hello, mi újság, hát csak úgy nem vagy túl. Nem vagy túl beszélni. Mit csinálsz, Norbikám, éppen? Hát most éppen dolgozom, és nagyon örülök, hogy sikerült bekerülnöm, ugyanis tegnap ott csápoltam nektek Kaposváron, ott nem sikerült semmi. Tegnap ott voltál Kaposváron, most meg már Pécset dolgozol. Így van. Csak azért jöttél Kaposvára, hogy lássál bennünket? Bizony, én Szabinba került. Te jó fej vagy. Hallod a számon kérés? Egy Szabinba került, rohadékok. Leverem rajtatok. Lehetem volna a családtal is. Család fenntartó vagyok. Igen. Jó, de látod, hogy a sors elintézi? Nem tudtuk, nem volt ideírva. Csak annyi, hogy én hajnalban ott leszek és megyek veletek, ha jó, ha nem jó. Így van. Jézus Mária, ezzel nyertél. Na minden most már. Jó van, oké, te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm szépen. Jössz pénteken esetleg, tényleg? Próbálkozom vele, igen, próbálkozom. Van elszántság, kedden eljön Kaposvára, Pester jön pénteken, nagyon, nagyon szeretjük téged, Norbi. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm, köszönöm. Jó munkát, és köszi, hogy jössz hozzánk. Ciao. Szia. Köszi, sziasztok. Hello, hello, hello. Hát ennyi. Ki kéri ezt a laptopot? Tényleg a Laci egyébként? Tiéd, Laci? Jó van, drága bajok, elköszönünk. Unod már, nem? Jó, elköszönünk. Csabi, itt van velünk? Csabi, itt vagy? Hogy ne volnék, hát itt ülök három napja, és várom, hogy megszólítsatok. Hello, Baja! Hallod ezt? Gyerekkoromban a focballmeccseken még magázták egymást az emberek, és egy Szekszárd Baja MB2-es meccsen, mikor egy bajai öreg bácsi bekiabálta, hogy hajrá, Baja, akkor a szekszárdiak visszakiabálták. Mi a Baja? Aha, már akkor is. Ez jut eszembe Bajáról, meg a felejthetetlen P-Box koncert, ott láttam életemben először, hogy most vagytok a P-Boxot élőben, 84-ben. Na, hasonló jó sztorik Csabival a kívánság műsorban. Jó? Szemét. 10 óra után, 555-55-00, hiányzunk Csabikám, hiányzunk? Nem, mert hallgatlak titeket. Meg lehet látni, vagy, ott vagytok az Instagramon, meg a Facebook oldaladon, amit lájkolunk mindannyian. Köszönöm Csabi, ez köszönöm. Az, de király vagy. Te is rohadjál meg egy kicsit Csabi, nem érdekes, mindegy, nem haragszom ezért egyáltalán. Jó, ajánlasz valamit? Mit ajánlasz tényleg? Remek zenék lesznek? Hogy lájkoljátok a Balázs Facebook egyrészt ezt, másrészt, ahogy beültök az autóba és indultok, meghallgathatjátok Sziának a legújabb dalát. Van új dala? Van, igen. Igen? Múltkor úgy tűnt, mintha én rosszat mondtam volna róla, én nagyon szeretem őt, mint zeneszerző, mint énekest, és a Greatest című dalát adom, jó? Igen, behívott a Nem, a hallgatóknak mondom, akik engem kicsit leszúrtak, hogy én miért utálom. Nem utálom, én nagyon-nagyon nagyra tartom őt, mint zeneszerző, még egyszer mondom, és most készül a 8. lemeze, és ennek az előhírnöke ez a Greatest. Ráadásul akkor mutatta be, amikor egy bizonyos telefontípusnak a 7-esét is mutatták be, akkor ezzel a dallal reklámozták. Ő az, aki úgy koncertezett a Sziget, hogy nem mert kelni a színpad közepére. Sarokban áll, de úgyhogy nem látod őt egyébként sem, mert egy paróka van rajta, idáig elől, tehát állig fésülve elő. Az exhibicionista. Így be van dugva a mikrofon a haj mögé, úgy énekel, de most még a sarokból se jött ki a Szigetem. Nagy színpadra termet. Nem az Isten, hogy színpadra teremtett egyébként, igen. Viszont stúdióban kiváló, majd meghalljátok mindjárt. Csabikám, meghalljuk, én jó? Pont autóban leszek, úgyhogy hallgatni foglak, jó? Oké. Okay. Köszi neked, jó munkát, ciao. Köszi, ciao, sziasztok. Na, drága baj, köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttetek még egyszer, tényleg most már nem búcsúzkodunk tovább, mert nagyon sokszor elköszöntünk, reméljük, hogy nem sokára újra tudunk találkozni, azon vagyunk. Jó, puszi nektek, hallgassatok bennünket. Sziasztok! Köszönjük szépen, szevasztok! Hello! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.